Hölgyek és urak, tisztelt önkormányzati képviselők, főelnök úr, tisztelt hivatalnokok, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a 11. önkormányzati képviselőtestület ülésen, amelyet a 369/1990-es törvény 12. paragrafusa első bekezdése alapján hívtam össze. Vážení prítomní, vážené dámy, páni, vážení poslanci, dovolte, aby som vás privítal na 11. zasadnutí, riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mužle, ktoré som zvolal v zmysle paragrafu číslo 12, odsek 1, zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení. Természetesen mindenki a nyelvén szólalhat a mai testület ülésen, mint általában, és engedjék meg, hogy leüljek. És természetesen nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, polgártársainkat, akik tekintettel a koronavírus helyzetre ma nem tudnak itt személyesen lenni, mert múlt hét szerdától a központi válságstáb megengedte, hogy testületülések legyenek megszervezve, viszont a nyilvánosság jelenléte nélkül. Így zajlik ez más testületüléseken is, más önkormányzatoknál, állami hivataloknál és így tovább. Egyúttal fölvezetőmbe konstatálni szeretném, hogy minden egyes képviselő itt van, egyet Borvák Imre képviselőt leszámítva. Én nem tudom, nálam nem igazolta magát, nem tudom, hogy valaki tud-e róla, Mészáros Béla? Igen, de nekem hívott kb. 2 óra felé, hogy próbáljam meg kimenteni őt, mert nem tud eljönni munkaügyi dolgok miatt. Igen, csak ennek az a problémája, hogy nem te hívtad össze a testületülést. A testületülést én hívtam össze. Tehát ilyen szempontból illik annak a igazolását, ugye annál kéne igazolni magát a tisztelt képviselő úrnak, aki az ülést összehívta, és nem pedig valamelyik más képviselőtársa, netántan hivatalnoknak. Tehát ilyen szempontból én őt természetesen igazolom által, amit elmondtál, de én nálam ő magát nem igazolta. Ezt azért konstatálni szeretném mindenféleképpen. Na most el kéne mondani azt, hogy a képviselő hölgyek és urak, megkapták a mai testületülésnek a napirendi pontjának a javaslatát. Hamarosan majd megvethetjük a mai ülésnek a napirendjét. Előtte a fővezetőmben el szeretném mondani, ami lezajlott az utolsó testületülés óta, mégpedig az, hogy reagálva a koronavírus helyzet okozta járványra, erre a helyzetre látható itt is a tisztelt polgártársak láthatják, hogy milyen körülmények között, nem szokványos körülmények között rendezzük meg ezt a mai testületülést, nyilvánosság jelenléte nélkül, azzal, hogy a képviselők is ugye speciálisan a mai helyzetre vonatkoztatva védőmaszkokban, kesztyűkben, az épületbe belépve, fertőtlenítve a kezüket lépnek be, és igyekeztünk megtartani a 2 méteres távolságot, amit az előírások ugye számunkra előírnak, tehát ilyen nem szokványos helyzetben fogunk itt ma tárgyalni. Nem tudjuk, hogy hányszor lesz még ilyen testületülés. A következő tervezett rendes testületülés július elején van betervezve. Hát addig ez lazulni fog, vagy nem, majd meglátjuk. Ma így, ilyen körülmények között kell üléseznünk. Az utolsó testületülés óta ugye lezállott azért sok minden, főleg ez a koronajárvány helyzete a községünkben. Igyekeztünk a legelejétől reagálni a helyzetre. Az elsők között voltunk az országban, akik megszerveztük a védőmaszkoknak a megvárását. Nagyon nagy köszönet az önkéntes varónőknek, akik vállalták a maszkoknak a megvárását. Az első fázisban rendkívül fontos volt, mert nem tudott senki ilyet vásárolni sehol, nem tudott ilyet vásárolni patikában, boltokban, interneten, mindenhol hiány volt belőle. Nem ugye csodálatos, tehát természetesen így reagált a piac. Ezen kívül nagy köszönet mindenkinek, aki alapanyaggal járult hozzá, hogy a maszkok megvárhatók lettek. Nagy köszönet a községháza dolgozóinak, az óvoda dolgozóinak, a szakácsoknak, a könyvtár dolgozóinak. Elsősorban nagyon nagy köszönet a szociális szolgáltatásról, a községi szociális szolgáltatás dolgozóinak, hogy szállították ugye a helyszínre az egyes portákhoz a védőmaszkokat. Hát összesen 1500 védőmaszkot sikerült a hölgyeknek, az önkénteseknek a saját maguk munkájával odaadó hozzáállásával megvárni. A döntő többsége elkerült ugye időrendi sorrendben az időseknél, majd utána a középgeneráció és a fiatalabbakhoz, akik igényelték, és ott voltak a 3 szállítás alkalmával ugye a portáiknál. Ezen kívül a
községi szociális szolgáltások dolgozói az több mint egy hónappal ezelőtt fölkínált lehetőséggel éltek, illetve ők szállították ugye az ebédet, mert 56 megrendelő volt, főleg a döntő többségében az idősek korosztályából, akik igényelték az ebéd kihordását hetente, ugye mind az 5 munkanapon, és igazából naponta 56 ebédet szállítanak ki egész a mai napig. Ezen kívül 48 rászoruló és kérvényező nyugdíjas számára a hölgyeink, a dolgozóink elszállítják ugye a bevásárlást hetente kétszer, kedden és pénteken, és ilyen értelemben is egy nagyon nagy segítség volt. Már azelőtt ezek beindultak a községben, mielőtt ugye a központi vásárstáb ilyen lehetőség meghirdette volna, vagy a község számára ezt valahogy előírta volna, mi már korábban reagáltunk ebben a tekintetben is. Nagy köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. És természetesen a község berkeiben éltünk a lehetőséggel, és minden információ, ami fontos volt a lakosság számára, ami a központi vásárstábtól, a főtisztorvostól, vagy a kormánytól jött, igyekeztünk ugye továbbítani a csatornákon keresztül, legyen az a község honlapja, legyen az a község közösségi oldala, legyen az a falurádió, falutévé, minden csatornát megmozgattunk, hogy a polgártársainkat tájékoztassuk arról, hogy mit kéne tenni, mi a kívánatos és hogyan kéne tulajdonképpen viselkednünk ebben az emberpróbáló időszakban. A községünk plébánosa is ugye lelkisegélyszolgálatokat tart a közösségi hálójá most már immár több mint egy hónapja. Az utóbbi hetek, hétvége, vasárnapján már a Falu TV-nek köszönhetően is szolgáltatta ugye a lelki gyakorlatot. Hasonlóképpen a községháza is ugye dolgozik természetesen, a dolgozóknak egy jelentős része a félfogadási napokon itt van a községi hivatalban, dolgozunk, mert munkánk akad elég sok. Kedden csütörtökönként a hivatal be van zárva, és a félfogadási óráknál természetesen igényes, hogy mindenki itt legyen, fontos. Azon kívül vannak hivatalnokok, akik a hét egyes napjain home office-on vannak, tehát odahaza dolgoznak, mert úgy megvan oldva nekünk a informatikai rendszerünk, hogy a 5 hivatalnok részére hazulról is ellátható a munka a községháza informatika rendszerében. És elmondanám azt is, hogy a községházán kívül ugye működik a postai hivatal is, igaz, ott is szűkített ugye félfogadással, csak úgy, mint a községháza. A község orvosa is ellátja feladatát, munkáját, tehát ilyen szempontból igyekeztünk a mai helyzethez reagálva kissé szűkített üzemmódban, de mégis fenntartani a községi szolgáltatásokat. Köszönet ezért az orvosnak is, köszönet a postahivatalnak és köszönet a plébános úrnak, hogy ezek a tevékenységek nem bénultak le, és a község lakosságát tudjuk közösen szolgálni. A községi szolgáltatás, szociális szolgáltatások dolgozói a korábbiakhoz hasonlóan természetesen ellátják a gondozóházat berkeiben a rájuk gondozott időseket, továbbra is a munkájukat ellátják minden nap. Ugyan vannak olyanok, akik kérték, hogy ezekben a nehéz hetekben, az emberpróbaidőben ne jöjjön hozzájuk a gondozó. Természetesen ez érthető az ilyen kérés, de esetek döntő többségében az összesen a rászorult 37 nyugdíjasnak a többsége továbbra is igényelte ezt a munkát. A községi hivatal dolgozói lévén ott nincsenek közmunkások, akik ugye a járási, szociális és munkahogyi hivatal berkeiben végezték eddig éveken keresztül a munkájukat, az ő megbízásából, a hivatal megbízásából. Ez most szünetel, már másfél hónapja, viszont a községi hivatal dolgozói voltak azok, akik beugrottak és végzik a kaszálást, végzik a terepmunkát, végzik ugye a temetőnek a gondozását. Természetesen ezen a területen vannak hiányosságok, mert hiszen sokkal kevesebben csinálják ezt a munkát, mint korábban a közmunkások. Kérem ezért a lakosság pozitív hozzáállását, megértését, hogy dolgoznak a dolgozóink, a kollégáink a terepen, vágják a füvet, nyírják a füvet, gereblézik a füvet, ezt csinálták utóbbi hetekben a községi óvoda konyhájának a dolgozói szakácsai, de viszont nem győzzük a tempót, tehát vannak hiányosságok, vannak elmaradások, és ehhez kérjük a megértésüket, és kérjük természetesen segítségüket is, főleg a tekintetben, hogy a nagyon nagy kiterjedésű temetőben vannak komoly elmaradások, és ott, ha a kollégák le is kaszálják a füvet, akkor a gereblézést megkérjük mindenkitől, a saját sírja körül oldja meg, ha lehet, és segítsenek ilyen szempontból akár a portáikon, akár odahaza a házai körül, a udvarok körül, ami a kültereket, az utcákat illeti, mert hiszen lemaradásunk van,
és természetesen mindegy, és ilyen segítség minden háztartás szempontjából nagyon sokat jelent a kollégák számára. A községi hulladékgazdálkodás is tovább folytatódik, a Párkányi KSOH részéről úgy szintén a kommunális hulladékot illetően, reméljük, hogy nem lesznek fönnakadások, és a község berkeiben is természetesen folytatjuk ott, ahol tavaly ősszel abbahagytuk, a zöld hulladéknak az elhordását, szállítását. Ugye a szezon elején, tél vége felé az általunk megbízott és megrendelt szolgáltatás is megvolt, elszállították a DAP területén a silógödrökből ugye a zöldet, energetikai hasznosítása, biomasszárimből vitték el azt, amit ledaráltunk itt mi Muzslán, tehát ennek is megvan a maga útja, tudjuk követni, hogy mi a sorsa a Muzslán megtermelt hulladéknak, nem fog ez elvészni, nem kerül a patakokba, az árkokba és így tovább, tehát oda kerül, ahonnan a helye megvan. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ebben részt vett, ebben a nemes cselekedetben, ebben a rendkívül nehéz igényes időszakban. És természetesen vigyázzanak magukra, kedves polgártársak, kedves muzslaiak, és vigyázzanak mások egészségére, egyelőre még mindig maradjanak otthon, és viseljék a védőmaszkokat, mert rendkívül fontos az, hogy vigyázzunk a saját egészségünk mellett a mások egészségére egyaránt. Én reménytelenesen azt jósolom és azt jövendölöm, hogy együttesen, közös erővel, nagy akaraterőnkkel a falu közösség szempontjából át fogjuk ezt vészelni. Reméljük, hogy közösen sikerülni fog meggátolnunk azt, hogy a vírus, koronavírus begyűrűzzen a községünkbe, és ilyen szempontból, ha sikeresen, közösen ezt át tudjuk vészelni, akkor remélhetőleg ott tudjuk valamikor a nyári hónapok után folytatni, amikor lazulni fog fokozatosan ugye ez a fajta mai karantén, ez a mai bezártság, ez a mai elszigeteltség, fokozatosan föl lesz majd oldva, és valahol a nyári hónapokban talán már ott tudjuk folytatni, ahol valamilyen formában, ahol voltunk január és február hó elején. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A következőben szeretnék még néhány szót említeni a perspektíváról. Mi várható? Azok az információk, amik begyűrűztek hozzánk, várható az, hogy fokozatosan fognak ugye lazulni ezek a intézkedések, amik most már február közepétől tartanak, most már 6. hete tartanak ezek az intézkedések, és ugye ilyen kéthetes hullámokban lesznek olyan szolgáltatások, boltok, üzletek, amelyek ugye fontosan meg fognak majd nyílni, tevékenységek, és így tovább. Volt olyan információnk, hogy lehetséges az óvodák és az alapiskolák majd egy hónapra beindulnak június elején, nem tudom, ez valóra válik-e, ez a jövő zenéje, ez majd el fog a májusi hónap folyamán dőlni. De lehetséges, hogy csak szeptember 1-én, az is elképzelhető, hogy mikor fognak engedélyt kapni a társadalmi szervezetek, a sportszövetségek és a községek arra, hogy társadalmi rendezvényeket, tömegrendezvényeket, sportrendezvényeket, kulturális rendezvényeket szervezzenek, ezt nem tudjuk. Én csak tippelni merek, hogy valószínűleg az ősz folyamán szeptember 1-én fog megindulni, de lehetséges, hogyha a járványhelyzet pozitívan, kedvezően alakulna, akkor elképzelhető, hogy ez korábban is meg fog történni, nem tudjuk, mert természetesen a központi vásárstárnak az utasításait kell megvárnunk ennek kapcsán, hogy milyen lesz a jövő. Ennek kapcsán beszélni kell a gazdasági megszorításokról, amik következnek ugye a járványhelyzet után, vagy közben, természetesen. Tudni kell azt, a polgártársak felé mondom, mert a képviselők ezzel tisztában vannak, hogy a községnek két alapvető bevétele van. Az egyik, ami a személyi jövedelemadóból, tehát a magánemberek, magándolgozók, alkalmazottak és magánvállalkozók, gazdák adójának a része, ami visszajut közvetlenül az adóhivataltól ide a községbe, tehát nem kerül a központi költségvetésbe, nem kerül a pénzügyminisztérium hatása alá, nem kerül a kormány hatása alá, közvetlenül kapjuk meg egy matematikai modell kiszámítása után éves szinten mennyit kap Muzsla község. Ez sok mindentől függ, sok paramétertől, és igazából ez a mi bevételének körülbelül 80%-át, 70-80%-át képezi, és emellett a másik legnagyobb forrásunk az ingatlanadó, ami helyi szinten van ugye kiróva, helyi szinten fizetik be a polgárok a helyi község kasszájába, és igazából ez a két forrásunk van, és lévén, hogy az első forrás, a nagyobbik forrás, a döntő forrásunk a bevételeinket illetően, a személyi jövedelemadónak a visszajutatott hányada, az úgynevezett részadó, most már csökkenő tendenciát mutat, teljesen észszerű, mert ha a központi vásárstáb 6 hete hozott olyan intézkedést, mely a kormány, hogy a magánemberek, magánvállalkozók, magángazdák, a vállalatok a dolgozóik után késhetethetik az adóbefizetéseket,
az adó előlegeknek a befizetését, akkor természetesen az adóhivatal kevesebbet tud beszedni ebből hónapról hónapra, és ilyen arányosan elosztva kevesebb fog jutni Muzsla községnek is. Nyilvánosan elmondom, hogy március hónapban már 10%-kal kaptunk kevesebbet, mint amire vártunk és számítottunk. Április hónapban 12%-kal kaptunk még kevesebbet, amire számítottunk. És valószínűleg az igazi mélypont az májustól fog elkezdődni, amikor a központi kormányzati és krízistábi intézkedéseknek ugye megérik a helyzete, amikor valóban az adóknak a eldázása még sűrűbb lesz, tehát attól fog igazából a bevételünk lényegesen majd csökkenni. Ami előrejelzéseket kaptunk, van egyfajta pénzügyminisztériumi előrejelzés, azt most nem szeretném itt nyilván sem elmondani, azzal mi számolunk, de tekintve arra, hogy nem tudjuk pontosan mennyi lesz a hiány, mennyivel kevesebbel kell számolnunk, éppen ezért ma, a mai testületülésen nem javaslom, hogy módosítsunk költségvetést, hanem már csak a következő július elejé testületülésen, és addig csupán ma megvitatnánk az intézkedéseket, hogy hogyan reagál a községi hivatal a kialakult helyzetre, hogyan próbálunk gazdálkodni a lényegesen kevesebb forrásokkal, felhasználva tartalékainkat, rezerváinkat természetesen, hogy a község tovább tudjon élni és tovább tudjon tevékenykedni. És igazából a másik oldalon nekünk ehhez a lehetőségeinkhez, a tartalékainkhoz, illetve a lényegesen csökkentett havi bevételeinkhez kell igazítanunk a kiadásokat, és erről fogunk itt ma tárgyalni majd az egyik naprendi pont keretében. Meg szeretném mondani azt is, hogy van megvalósított beruházásunk, amit technikailag az elmúlt hét folyamán lett üzembe helyezve, ez pedig a külső, kültéri wifi sugárzási pontoknak a rendszere. A falu 10 pontján van ilyen sugárzási pont, amelyet hangsúlyozok, hogy nem beltéri, tehát nem a szobában vagy nem a kertben használható internetre szolgál, hanem kint a kültéren, tehát a parkokban, kültereken, a községház előtti kis parkban, a kultúrház előtti vagy a szabadtéri színpad melletti parkban, akkor az iskola előtti központi parkban, akkor a futballpályán, a sportpályán ugye, és egyes utcákban ez jól vehető jelként működik, és el szeretném mondani azt is, hogy miképpen, milyen feltételekkel lehet ezt használni a falu külterein, mint ahogy jeleztem. A következő csatornán, a Wifi Precseba című csatornán lehet ugye rákapcsolódni erre a lehetőségre, ami egy széles jel, egy nagyon széles sávú jelről beszélhetünk, amely tulajdonképpen lehetővé teszi több, akár 30-40-50 felhasználónak az egy időben történő szörfözését, ami böngészése van internet böngészőkön, levelek küldésére, fogadására vagy szövegolvasására, de hangsúlyozom, hogy nem alkalmas televíziónézésre és nem alkalmas videónézésre, mert azt nem engedélyezi a rendszer, és viszont van egy másik megkötés, hogy legfeljebb egy órán keresztül tudja a felhasználó használni, utána ki fog kapcsolni. Aztán természetesen, ha van még szabad kapacitása a rendszernek, akkor később rá is tud majd kapcsolódni. És figyelembe kell venni, hogy a sáv szélessége véges, tehát nem végtelen ez a sáv, nem tud rá kapcsolódni az összes polgáltársunk egy időben, hanem ugye a kapacitástól függően ki milyen tevékenységet folytat, szöveget olvas, vagy pedig valamilyen böngészést ugye folytat, annak köszönhetően ennek a száma egy időben változó. És el kell mondani azt is, hogy jelszót nem kell alkalmazni, nem kell beírni a rendszerbe, akár mobiltelefonban használja az illető, akár tableten használ az internetet, akár notebookon használ az internetet, tehát mikroszámítógépen. Ezen kívül pedig azt is tudni kell, hogy igazából a falu területének a legnagyobb hányadán használható, kültereken, mint elmondtam, és hát először kívánunk mindenkinek hasznos művelődést, hasznos internetezést, szörfözést és információszerzést, illetve kapcsolattartást, és hát természetesen köszönjük a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának, hogy ehhez kaptunk lehetőséget és kaptunk anyagi forrásokat, hogy ez a faluban megvalósulhatott. Gyakorlatilag megy ez Polobcsanov, Uradu Vlády Slovenskej Republiky za finanšnú podporu, za nežistnú pomoc. A következőmről szeretnék beszélni, hogy van egy másik eredményes beruházásunk, mégpedig a templompart parkosítása és fásítása. Ez a projekt egy eredményes nyertes projekt. A tervező mérnök által elkészített dokumentáció lett sikeres, eredményes, amely fásítást,
padok elhelyezését, és igazából egy parkosítást von maga után, főleg a templom főbeáratát ölelő térben, a Szent Háromság szobor környékén lesz ez megvalósítva, illetve egészen a főútig, a templomparti útig lesz ennek egyfajta vonulata, ami meg fog valósulni. Sajnos a járvárról tekintettel ez késni fog ez a beruházás megvalósítása, de reménykedünk abban, hogy az őszi hónapok folyamán, amikor lehet fákat ültetni, akkor addig a helyzet konszolidálódik, és akkor ez meg fog valósulni. Van egy másik pályázatban, amivel részt vettünk, a Körzetvédelmi Minisztériumnak egy másik pályázatán is részt vettünk, ami a községben 100 facsemetének az elültetését tudatosan, tervezetten, bizonyos utcákban, bizonyos fajtákat figyelembe véve, hogy az látványos legyen, szép legyen. Tehát ebben is részt vettünk, ilyen szempontból nem tudjuk az eredményt, mert nem volt ez még elbírálva, de reménykedünk abban, hogy ez a pályázat is sikeres lesz, és ilyen szempontból, hogy a korábbiakhoz képest ebben az évben többeknek hatta jóvá a hivatal a fakivágást, pontosan azért, mert ennek a két projektnek a hozadékát vettük figyelembe, annál a szabályzatnál, hogyha valaki kivágja a fát, akkor kettőt kell legalább helyette ültetni, tehát éppen ezzel a község, ha ilyen projektban volt eredményes, akkor természetesen akkor ilyen szempontból nagyvonalúbb lehetett a község a fakivágást, az igényelt fakivágásokat, illetően természetesen a vegetációs időszakban márciusig, március végéig. És volt egy harmadik beruházásunk is, a Joker Pubbal szemben, ahol van a központi autóbusz megálló, amögött a község biztosította fáknak, a régi fáknak a kivágását és új fáknak, körhársfáknak a telepítését, tehát ott is most már gondozunk naponta a fákat, locsoljuk, öntözzük a dolgozókkal, hogy igazából a községünk megszépüljön ilyen szempontból, és természetesen egészségesebbé váljon a körzetünk Muzsdaközség területén. Január végén orkánerő szél tette tönkre a falu nagy részén a falu rádiónak, a hangos bemondónak a rendszerét, a vezetékrendszerét. Azóta február eleje óta fokozatosan van a javítása a rendszernek, ám tudomásom van arról, hogy elég sok helyen még nem működik kellőképpen, nem működik a kívánatos szinten a hangos bemondó. Éppen ezért arra kérem a tisztelt polgártársakat, hogy ott azokban a utcákban, ahol esetlegesen gyengén hallatszik, vagy nem hallatszik egyáltalán, vagy recseg a hangszóró, akkor adjanak információt, jelentsék be nekünk, és akkor természetesen a szerelőket oda fogjuk irányítani, hogy javítsák meg a község megrendelésére, hogy hallható legyen a falurádió mindenhol. A másik hasonlóan ehhez az Internito kábeltelevízió társaság, amely az üzemeltetője ugye a Falu TV-nek és a kábeltelevíziónak Muzsdán, ők is ugye folyamatosan javítják február óta a vezetékeiket, és ilyen szempontból számunkra minden visszajelzés fontos. Tessék felhívni az Internitónak a telefonszámát, tessék bejelenteni a hibákat, ahol nagyon gyenge a vétel, nagyon gyenge a minőség. A telefonszám megtalálható a község honlapján, ha igény van rá, akkor természetesen a községhivatal dolgozói is elmondják, és ilyen szempontból nagyon fontos, hogy oda is jelentse be mindenki, ahol nagyon gyenge a vétel, hibák vannak, nagyon-nagyon szemeződik a kép, tehát igazából tessék élni a lehetőség és jelentsék be a hibákat a megadott telefonszámon. El szeretném mondani, érdeklődnek a polgártársak egyre többen most már, mikor lesz a lomtalanítás, tehát a nagy teredelmű hulladéknak ugye az elszállítása, illetve a elektromos hulladéknak a begyűjtése és elszállítása. Hát jelzem, hogy mai nappal ezt megvitattuk az érintettekkel, a községi dolgozó kollégákkal a hulladék elhordás területén, illetve a pozsonyi partnerünkkel, szerződött partnerünkkel, aki végzi az elektromos hulladék elszállítását és elhelyezését, hogy május 22-től május 25-ig, tehát péntektől hétfőig lesz, most már ugye az utóbbi időben szokásos napirendben péntektől hétfőig, tehát május 22-től május 25-ig a lomtalanítás, amikor a falu 8 pontján, majd további pontokon fogjuk elhelyezni a konténereket, és igazából lehetőség lesz a nagy teredelmű hulladéknak ugye a elhelyezésére. Kérjük a polgárokat arra, hogy csak is azokat helyezzék oda, ami elhelyezhető, tehát semmiféle más hulladékot nem. Jelzem, hogy nem való oda zöld hulladék, mert ez a hétfői elszállításban való, ugye a zöld kukákban, edényekben. Nem való bele a gépkocsi gumi, abroncs, nem való bele ugye mindenféle folyadék, hanem csak is kizárólag a naturelemű fa alapú, vagy valamilyen anyagból készült egy bútordarab, és hasonló naturelemű vagy műanyag, ugye hulladék.
azzal, hogy az elektromos hulladéknak is lesz az elszállítása, az pedig azt megelőző napon, szerdán, azaz május 20-án lesz az elektromos hulladék begyűjtés az egész nap, reggeltől egészen estig, és azzal, hogy azt ugye a szállnak a szállítása másnap fog megtörténni a szolgáltató részéről. A kaszálásról beszéltem, tehát a községben a kaszálás és a fűnyírás továbbira is folytatólagosan fog megtörténni. Kértem a polgártársaknak a megértését, aktív hozzáállását, hogy ott, ahol lehet, enyhítsék a községi dolgozókra háruló feladatot, főleg ebben a mai koronavírusos és járványos helyzetben. Nagyon szépen köszönjük a megértést és a aktív hozzáállást. Három dolgot kérünk a tekintetben, a kaszálás tekintetében és a gaznak az írtása tekintetében a lakosságtól. A temetőben a saját sírjuk körül, ha lehetséges, hozzátartozói sírjuk körül segítsenek nekünk ebben, főleg a begyűjtésében és a gereblézésben. Azon kívül a portái környékén, ha lehet, meg tudja akkódani, akkor nagy segítség volna természetesen. És ha lehetséges, akkor nézzék el nekünk, hogy 100%-ban most már ez nem fog menni, ez pedig a dolgozóknak a számától, akik kint vannak a terepen és végzik, ezt most már két hete, hogy legyenek tekintettel erre a kialakult helyzetre. Amit még el szeretnék mondani a fölvezetőben, az az, hogy Petrik Tamással, a Kertbarátok Szövetségének elnökével, illetve az alpolgármester asszonnyal, Maricsek Beátával beszéltünk arról, hogy megszervezzük itt is, Muzsdán is a traktorosok, tehát a traktorok tulajdonosai irányába az F típusú rendszámtáblákat megelőző procedúrát csoportosan az STK-nak a lezállását itt a községünkben, hasonlóképpen, mint történt ez más községben esetleg. Már felvettük a kapcsolatot azzal az STK-val Érsekújvárban, aki ezt tudja itt a helyszínen, a faluban meg tudja ezt oldani. Azzal, hogy ennek vannak előzményei, tehát amikor világossá válik az időpont, hogy ez mikor fog megtörténni, akkor minden információt majd rendelkezésre bocsátunk, hogy hogyan kell a traktorokat fölkészíteni, mire van szükség ahhoz, hogy valaki megszerezze az F-típusú, nem hagyományos rendszámot ugye a saját készítésű, amatőr készítésű traktoraira, vagy olyan traktorokra, amelyek ezeknek a szabályoknak megfelelnek természetesen, mert vannak más ilyen traktorok is. Azzal, hogy adunk már lehetőséget arra, hogy fölkészítsék a traktorokat, előkészítsék a szakvizsgára, és valamikor a közeljövőben ezt a szakvizsgát csoportosan el fogjuk tudni majd látni. Reméljük, hogy lesz rá fogadó készség az STK részéről, aki ezt meg tudja oldani. És hát időben fogunk majd tájékoztatást adni azzal kapcsolatban, hogy akkor mit kell, mire kell fölkészülni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a lakosság figyelmét és a jelenlévők figyelmét, és most megnyitom a vitát, tessék, hozzá lehet szólni az elmondottakhoz. Becse József képviselő úr. Én egy olyan dologról, amelyikről már többet is beszéltünk, talán nagy pénzbe nem kerül, viszont a szépséget ezt nagyon lerontja a faluba. Ez pedig a hulladékgyűjtő szigeteknek a környéke. Egyik oldal azt állítja, hogy azért van, mert ritkán viszik el ezeket a ledényeket. A másik oldal azt állítja, hogy hordják ide idegenek is, de ennek ellenére ott, ahol ezek a edények vannak, ott néha olyan állapotok vannak, mint Bangladesben. Valamilyen módon, mivel most szerveződik Párkányba újra ez a szemételhordás, valamilyen módon legalább dupla ennyit elszállítani, mint ez idáig. Mert sem műanyag nem fér bele, az üvegről már nem is beszélek. Persze benne van az is, hogy a lakósok is beledobják úgy a papírdobozt, hogy összegyúrnák, vagy a műanyag üvegeket. De ettől függetlenül valamilyen módon többet kell elszállítani, mint ez idáig. Mert így nagyon gusztustalan. Jó, köszönöm. Akkor megválaszolom természetesen. Tehát, ha emlékeznek a tisztelt képviselők és a lakossága a tavaly decemberi testületülésre, amikor pont azt oldottuk, hogy válságba került ugye a KSOH Párkányi vállalat, amely ugye tulajdonosváltás után van most már, és reméljük, hogy konszolidálódni fognak a helyzete,
És ennek köszönhetően ugye ez egy átmeneti állapot volt vagy van, amiben most edzünk, és a tulajdonos váltás követően fog a státusza teljes egészében most már stabilizálódni, mert Párkányváros megvásárol, olyan döntés született, hogy megvásárolja a részvényeket magyarországi korábbi többségi tulajdonostól. Mi jelezzük permanensen a vállalat felé Párkányba, hogy gondok vannak, el kell gyakrabban szállítani ugye a színes konténerekből a tartalmat. A gond ott van, hogy Muzsla irányába nagyon nagyvonalú volt a vállalat, mert amit a Naturpaktól, a járulékos szervezettől, aki a szerződött partnerünk, aki nekünk bonyolítja és finanszírozza ezt a tevékenységet, ő a megrendelője a KSH felé ennek a tevékenységnek, és ő adja rá a pénzt, ugye, amit a központi büdzséből megkap Muzsla községre. A Muzsla község volt kiemelten kezelve ilyen szempontból, mert a Párkány város mellett az egész térségben a legészszerűbben volt kezelve eddig a gyűjtőszigeteken a színes konténerekben a begyűjtése azoknak a komoditásoknak, amik abba valók. Egyrészt azért, mert a legtöbb ilyen sziget van, és megnöveltük ugye duplájára az 5 év alatt a szigeteknek a számát, a konténereknek a száma is lényegesen megnőtt, és a Muzsla község lakosságának a fegyelmezett és nagyon aktív hozzáása véget, ez is kevés. Kevésnek bizonyul ugye a frekvencia, de a frekvenciára sajnos a gond ott van, hogy a pozsonyi vállalat, a Naturpak megrendeli azt a bizonyos számú elszállítást, amit ugye meg tud finanszírozni. Többet nem tud, mert többre nincsen pénzfedezet, és ez a mai rendszernek, a hulladékgazdálkodási rendszernek, amely 2016-tól egy új törvény miatt fönnáll, na annak a hiányossága, hogy nem tud több pénzt belepumpálni ebbe a rendszerbe. Akkor ha nekünk ilyen hiányosságban lesznek, akkor természetesen meg tudja a KSH-val szervezni a több ürítést, de akkor meg kell a községnek fizetni. Tehát átmehetünk abba az irányba, és lehetséges ettől az évtől ez így fog történni, hogyha gyakrabban szeretnénk a szerződött ürítési számtól az egyes szigetekről gyakoribb ürítést, akkor nekünk azt meg fog kell fizetnünk. Tény és való. Dupán érvényes ez azért, mert a KSH-nak másfél éven keresztül ugye a VKK területén volt ugye a gyűjtőudvara, ahová szállították tőlünk a színes konténereknek a tartalmát. Ha jól tudom, akkor már ott nem üzemelnek, újra Párkányba szállítják tőlünk a tartalmat. Tehát igazából az a fajta előnyünk, ami még származott abból, hogy Muzsla volt a logisztikai begyűjtés, és így akkor tudtak azért hébe-hóba gyakrabban üríteni. Most már ez január 1-től nem áll fönn, és ilyen szempontból természetesen a Muzsla részéről, ha lesz igény, akkor nekünk azt meg kell külön fizetni. Mert azt már a pozsonyi rendszer az új törvénynek köszönhetően nem tudja finanszírozni. A másik viszont az, hogy tisztettel kértük a decemberi testületülésen, be is mutattuk a testületülés elején, hogyha lehet, akkor a polgártársak legyenek fegyelmezettek a tekintetben, hogy a legnagyobb gondot okozó sárga konténereknél, tehát a plasztüvegek és a műanyag begyűjtését szolgáló sárga konténereknél, tessék a plasztüvegeket összetaposni, légtelenítani, hogy ne levegőt szállítsanak, és ugyanez a helyzet a tetrapakos dobozokkal, és ugyanez a helyzet a play sörös, vagy limonádés, vagy kólás dobozokkal is, hogy kérnénk tisztelettel az összegyúrásokat. Most mondok két számot, hogy érthető legyen, miről beszélek. A minap az egyik polgármester társam felrakta a közösségi hálóra, hogy letesztelték valahol, nem tudom hol, hogy egy ilyen 1100 literes színes műanyag konténerbe, ha nincs összetaposva a plaszt flakon, akkor 226 darab fér bele, de ha össze van taposva, akkor 780 darab kerül, jut bele, vagy annyi fér bele ebbe a színes konténerbe. Tehát ha észszerűen fogunk bele gazdálkodni, és tényleg az emberek összetapossák, és úgy dobják bele a konténerbe, akkor 2,5-3-szorosát tudja az elszállító cég nekünk elszállítani, és ennek a következménye ergo, hogy kevesebbet fog fordulnia neki, kevesebbet kell neki, és kevesebb fog ott a konténer környékén ugye összegyűlni, mint benne a tartalomban, mint eddig. A másik dolog pedig az, hogy igen, hogy a képviselő úr Becsi József mondta, másik komoly problémánk az, hogy sajnos rengeteg idegen jön a falu területére, mert látják, hogy Muzsla példásan működik az ilyenfajta gazdálkodás, a osztályozott hulladékkal, és akkor nem a saját községben, főleg a komáromi járásból tapasztaljuk ezt, hanem átudat a Muzslán itt rakják ki a tartalmukat a más község lakói. Erre annyi volt a megoldás, hogy kamerarendszert kell telepítenünk, természetesen élni fogunk a lehetőséggel, és újra, ha lesz pázat, akkor megpázzuk a
belügyminisztériumban az, hogy megkapjuk a kamerarendszerre a támogatást és kiépítsük. Illetve volt már a lakossági bejelentés, aki elcsípett egy ilyen komáromi rendszámú gépkocsiból kiugró polgárt, aki a tartalmát ugye az ő szemetének ugye a muzsdai konténerek mellé, nem beléje, mellé tette le, és vannak ilyenek gyakran, és vannak ilyenek sokan. A gond az, hogy törvényleg ez nem támadható, noha más község polgáról van szó. Nem tudjuk ilyen szempontból őket felügyelni, nem tudjuk őket kordában tartani, nem a mi polgártársunk. És éppen ezért mi, amikor meg tudjuk oldani a tűzoltó szertárnak a környékének a megoldását egy új talajjal, tehát egy új térköves talajnak a megoldásával, amire megvan már a támogatásunk, megnyertük ezt a pázdot, és megvan rá a pénzünk is, most már a projekt dokumentációnak az elkészítése zajlik, akkor onnan a beton talapzatokat, a paneleket fölvesszük, elvisszük egy másik, de a központban, Muzsa központjában lévő helyre, ami már erre ki van szemelve egy ilyen új szigetnek ugye a létrehozására, és igazából megszüntetjük, mert a legnagyobb problémát úgy gondoljuk, hogy a falu központjában a községháza mellett és a tűzoltószertár mellett lévő sziget okozza, ott szokott lenni a legnagyobb rendetlenség. Tehát azt megszüntetjük, a falu központjának egy másik részén, amely nem a főút mentén van, jelzem, létrehozzuk, és emellett pedig természetesen folyamatosan kérvényezzük a KSOH-tól a Párkányi szakavatott vállalkozástól, vállattól, hogy számunkra ezt, ennek a frekvenciát bővítse, és ilyen szempontból igyekezünk, hogy valahogy kulturáltan legyen a dolog megoldva. Azért azt is alá szeretném húzni, hogy nagy köszönet a KSOH vállalatnak azért, hogy a mai járványhelyzetben már több mint másfél hónapja, közel két hónapja becsületesen végzik a munkájukat, tehát nem találtunk egy olyan fennakadást, és reméljük, hogy a tulajdonváltás befejezését követően a mi kapcsolatunk velük, a KSOH-val még inkább elmélyül, és még inkább tudunk egymásra számítani abban, hogy a kulturált szemét gazdálkodás, korai gazdálkodás természetesen fönnálló Muzsla községben. Tessék további hozzászólások! Mészáros Béla. A wifi hálózat hozzáférésével séhez volna egy kérdésem, mégpedig egy lakossági bejelentés alapján nem tudnak hozzáférni. Tudom, hogy említetted, hogy ez kültéri, tehát nem beltéri, de milyen név alatt és milyen hát jelszó reméletileg nincsen, hogyan lehet hozzáférni? Csak megismétlem azt, amit elmondtam a fővezetőben, hogy a Wifi Pretyeba cím alatt van. Tehát ez egy álmi pázat volt, ugye? Ezt elmondtam a fővezető szövegben különben. Elmondtam, tehát megismétlem. A Wifi Pretyeba címet kell keresni, nem kell jelszót megadni, és ez az a csatorna, ahol a kültéren, hangsúlyozom, kültéren. Tehát nem bent a hálószobában, nem a gyerekszobában, nem a kertben hátul, hanem az utcán, nyílt színű kültéren, de elsősorban, mire fókuszáltunk, azok a közterek. Tehát az iskola előtti park, futballpálya, kultúrház melletti, vagy a szabadtéri színpad melletti park, községház előtti kis park, és ilyen helyeken, ahol ugye általában az emberek meg szoktak állni, szoktak ugye beszélgetni, szoktak tanácskozni, szórakozni, tehát ezeken a helyeken, és természetesen utcáknak a többségén szintén kint a járdán, vagy valahol ugye a jel megtalálható, de hangsúlyozom, nem az egész község területén. Mert amire mi támogatást kaptunk, az 10 szórópontra volt lehetőség ennek a beszerzésére, és igazából megpróbáltuk a községnek a 80%-át így befedni. Benne vannak ezek a központi parkok, ugye, és igazából, ha fog a rendszer működni, és lesz rá továbbiakban lehetőség megpázni a bővítését, akkor természetesen a községnek a perem részeit, a szélső részét is ilyen szempontból szeretnénk megoldani. Legalább további 4-5 ilyen szóró tornyot kéne még telepíteni, hogy az egész községnek a területén megoldható legyen a vétele, az ingyenes hangsúlyozom vétele ennek a wifi jelenet. Tehát még egyszer, wifi Pretyeba, nincs jelszó. És tesztelve volt, hogy ez így működik, mert valamelyik nap próbáltam, kint rá csatlakoztam, de nem ment vele a net. Hát mi próbálkoztunk, amikor volt az átvétele, amikor protokollálisan átvettük, akkor működött. Tehát mind a 10 szórópont környékén dolog működik. Tudni kell azt,
hogy igazából a szórópontoknak a 100 méteres körzetében van vétel lehetőség. És utána az van, hogy nem, hogy egy jel gyöngülne, egyszerűen jel megszűnik. Tehát valahogy olyan karakterisztikája a szórófejeknek, hogy valóban a ponttal az a 100 méteres körben tud, és utána viszont már nem. Tehát nincs olyan, hogy gyöngülne egy jel, vagy valamilyen formában valami kompromisszummal megoldható lenne, nincs. Tehát addig van, és azt utána nincsen. Jel az volt, csak egyszerűen nem volt adatforgalom. Tehát jel volt, fölcsatlakozom. Akkor elképzelhető, hogy már kapacitása mi volt. Lehet. Elképzelhető. És ezek a szórópontok, ezeknek a topológiája valahol megtalálható? Igen, természetesen megtalálható. Megtalálható, és akkor közre is adjuk majd, jó? Nincs ezzel gond. Jó. Tehát megvan ennek a tervrajza, kivesszük a tervdokumentációba, és akkor közre adjuk, jó? Rendben. További kérdések a fővezetőhöz? Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Nagyon szépen köszönöm az aktív hozzáállást. Kezdjük akkor a mai tanácskozás napirendjével. Elküldtük, ugye minden egyes képviselő megkapta a napirendi javaslatát. Meg szeretném kérdezni a képviselők, hogy mindenki megkapta, hogy van-e valami hiányosság? Nincsen. Kinek van módosító vagy kiegészítő javaslata, hogy még valamivel kéne a jelzett napirendi pontokon keresztül kívül tanácskoznunk? Van-e esetleg valamilyen javaslat? Ha nincsen, akkor köszönöm szépen. Akkor kérem, szavazással döntsük el, ki támogatja azt, hogy a jelzett 14 napirendi pont alapján legyen ma a tanácskozás. Kérem jelentkezzenek. Egyhangulag egy 8 képviselő, köszönöm szépen. Tehát akkor a napirendet elfogadtuk, jöjjön a munkabizottságnak a elfogadása. Javaslom, hogy a mandátumvizsgáló bizottságban legyen Maricsek Beáta és Petrik Tamás. Van-e még egyéb javaslat, kérdem? Ha nincs, akkor ki támogatja, hogy a javasolt személyek képviselők legyenek a mandátumvizsgáló bizottságban? Kérem szépen jelentkezést. Köszönöm szépen, itt hangulat. A javasló bizottságban javaslom Becse Józsefet és Árendal Zsoltot. Ki támogatja? Köszönöm szépen. A jegyzői hitelesítőknek pedig javaslom, hogy legyen Vágvölgyi Zoltán és Mészáros Béla. Van-e egyéb javaslat? Nincs, akkor kérem támogató szavazatokat, tessék, ki támogatja. Egyhangulat, köszönöm szépen, és egyúttal megbízom Józsa Viktóriát a jegyzőkönyv vezetésével. Nos, következik a előző testetülés határozatainak az áttekintése, hogy hol is állunk a határozatoknak a teljesítésével. Ugye az előző február 19-i testetülésén a következő határozatok születtek. Egyrészt elfogadta az önkormányzat az SKHU per VETV per 1901 per 1.1 per 032-es számú pályázati beadványt, mégpedig az Interreg kis projekt alap keretén belül a szabadtéri színpad építkezési költségének a részleg és fedezésére. A projektnek az összértéke 49.900 euró, ebből 36.325,13 euró muzslán csapódna le, és ennek az 5%-a, amit a testületnek jóvá kellett akkor hadnia, amit az önrészként ad hozzá a község, 5448,77 euró, ez 15%-os önrész ebben esetben, tehát az Interre kisprojekt alapnál 15%-os önrészsel kell számolni, és ezt a testület jóváhagyta. Ezt akceptálta az irányító hatóság, éppen ezért elküldte a szerződés javaslatát, és a szerződés javaslata lett kiküldve a képviselőknek, és ezt ma már el kell dönteni a támogatásról, arról, hogy a 49.900 eurós uniós támogatásnak a jelentős részét, 36.325 eurót itt Muzsla község kapna meg, utólagosan ugye a költségnek a fedezésére. Azért van ez így, mert az Interreg programon belül mindig utólagos finanszírozásról beszélünk. Tehát mindig előtte a pályázónak, aki sikeres,
a beruházás végre kell hajtania, rendezvényt meg kell szerveznie, és utána utólagban az elszámolás akkor kapja meg a pénzt, és azért itt tartunk most. A szerződés kéne a támogatási szerződést meg jóváhagyni. Ezen kívül jóváhagyta a képviselőtestület éppen a KSOH Párkány vállalattal, amiről az imént beszéltünk a fővezetőben, a szerződés, 9. számú szerződés módosítását, amely ugye a szolgáltás árának a megnöveléséről szólt ebben az évben és a következő időszakban, 2020-tól, ezt jóváhagyta a testület, és már ugye az alapján működünk, és az alapján zajlik a szolgáltás Muzsla község területein. Más döntésünk nem volt, tehát igazából ezt kérem aztán tudomásul vételre a tisztelt képviselőtől, vagy van-e hozzá kérdés esetleg. A határozatoknak az áttekintéshez nincsen, akkor tudomásul vételre kérek szavazatok, hogy akkor tudomásul vettétek. Köszönöm szépen! Következik a negyedik napirendi pont, mégpedig pontosan amiről már beszéltünk itt ma. Az Interreg kispolyt alap keretén belül a muzslai szabadtéri színpad megépítésének a részbeni támogatása, mint jeleztem az imént, hogy az összeget is elmondtam, amely az Ipoldamást községgel egy közös projekt, közösen benyújtott projektnek a keretében, amelynek a címe Ipold-Duna Kult, tehát a kulturális és hagyomány őrző tevékenységek Ipoly és Duna mentén, ugye esetünkben Duna mentén, Ipoldamás esetében Ipoly mentén, és ennek az összértéke 49.900 euró. A képviselők megkapták a szerződésnek a szövegét, miután ugye eredményes a pályázatunk, amit múltkor a testület jóvágyott és benyújtottunk, és igazából ezt most már jóvá kéne hagynunk, hogy a támogatást a község megkapja 36.325 euró összegben. Nyitom a vitát, tessék! Nemzetközi szerződésről van szó, mint jeleztem. Két partner, vagy Magyarország és egy szlovákiai partner, Muzsla község, illetve Ipoldamás község, és ennek a programnak az irányító hatósága a tatabányai székhelyű Rába Dunavág Európai Területi Társulás, ők menedzselik a programot, és ő nekik a szerződés szövegét, amit ők ajánlottak, azt kéne most jóvá hagynunk a két község viszonylatában, hogy megkapjuk a támogatást. Tessék, hozzá lehet szólni. Nincsen, akkor lezárom a vitát. Arra kérlek benneteket, hogy mivel nemzetközi szerződésről van szó, ezért ezt többségi szavazásra jóvá kéne hadni. Ki támogatja? Egyhangulat megállapítom. Nagyon szépen köszönöm. Következő az ötödik napirendi pont, amely azon rendelkezéseket vonultatja fel egy általános határozati javaslattal, amiket a járvány okozta gazdasági válság keretében a községnek meg kell tennie, és igazából ennek van több vetülete, egyrészt a szervezési dolgok, amik voltak ugye az utóbbi hetek folyamán, és amiket folytatnunk kell továbbra is természetesen, és utána van neki pénzügyi vetülete, ami a költségvetésünket fogja érinteni majd, amikor látjuk azt, hogy milyen lesz a folyamata a hiánynak, mennyire mélyül majd a hiány az elfogadott költségvetéshez képest, és akkor a következő 2-3 hónap figyelembe vételével, tehát a május, június, július, júliusi testületülésen fogadnánk el, tenném, ugye benyújtanám a módosító indítványt a idei költségvetésnek a módosítására, de addig is megvitatjuk, és jóval hagyjuk azokat az intézkedéseket, amiket a község nevében hoztunk reagálva a helyzetre. Ezeket tiszteltel felolvasom. Tehát elsősorban a társadalmi és egészségügyi intézkedések, amiket hoztunk, amelyet ugye a központi válságstáb és Szlovákia főtiszti orvosa, illetve a Szlovákia kormánya kezdeményezésére kötelezően meg kellett hoznunk. Tehát minden kulturális és társadalmi és sportrendezvényt ugye meg kellett szüntetnünk átmeneti jelleggel visszavonásig, amelyek a Muzsla község területén zajlanának egyébként, a község szervezésében, a muzsai társadalmi szervezetek szervezésében, és minden más olyan muzsán kívüli szervezet szervezésében, aki itt szeretne valamit szervezni. Voltak erre példák a múltban, amikor bálokat szerveztek, ugye nem muzsai szervezetek, tehát mindenféleképpen ki kell rájuk is terjeszteni. Meglettek szüntetve ugye az idősek, a 65 plusz korosztálynak a találkozásai, tömeges ugye
a csoportos találkozásai Muzsda község területén. A minden egyes engedélyét, amit a csoportos és társadalmi rendezvényekre ad község, azok meg lettek szüntetve, visszatek vonva ideiglenesen természetesen. Meghatároztuk, hogy a rendelkezés értelmében milyen dezinfekciós, tisztiorvosi, egészségvédelmi intézkedéseket hoztunk, és igazából ezek közé tartozott ugye a hivataloknak, ezen belül a községi hivatalnak és a szociálszolgáltatásoknak ugye a fertőtlenítő eszközökkel lévő ellátása, munkakesztyűkkel való ellátása, védőmaszkokkal történő ellátása, és minden más, ami a dolgozóknak a védelmét és a nyilvánosság a ügyfeleinknek a védelmét ugye illeti. A napközi otthont, a szeniorok és a felnőttek napközi otthonát be kellett zárnunk, egy hónap az előtti intézkedés voltán. A községi hivatalban hoztunk egy intézkedést, hogy amellett, hogy az ügyfélfogadás továbbra is fönntartja a hivatal, és továbbra is a polgárok érdekében kíván dolgozni, amellett, hogy kértük a lakosságot, hogy elsősorban próbáljon telefonon, szóban érintkezni, és megbeszélni a problémát, a gondot, amit meg kellene orvosolni. Emellett természetesen több mint egy hónapja leszűkítettük a félfogadási időket hétfőn 10 órára 12 órára, szerdán 15 órától 17 óráig, és pénteken 10 órától 12 óráig. A csütörtöki és keddi napon a községi hivatal teljesen be van zárva, nem csak félfogadás nincsen, munka jellegű sincsen. A dolgozóknak a döntő többsége, majd a következő pontban elmondjuk, hogy hogyan volt szervezésileg ez megoldva, és emellett természetesen fertőtlenítettük azokat a felületeket, illetve helységeket, ahol megfordulnak a lakosság tagjai, tehát a lakosság, ahol esetlegesen látogatást tesz, azoknál rendszeresen végezzük a fertőtlenítést, hogy Muzsda községben ilyen módon, ha már a koronavírus bejutott, akkor ne tudjon tovább terjedni a községben. A másik csoportja az ilyen intézkedésednek az, ami a gazdasági megszorítások következtében történik. Hát elsősorban azok számára, akik Muzsda község keresztül kapják a támogatást az község eredeti hatáskörein belül, legyen az az alapiskola napközi otthona, és legyen az a Papkatali Művészeti Alapiskola, a lehető legalacsonyabb szintre az éves költségvetés, normatív költségvetés 88%-ra csökkentjük a támogatást. Ezt majd jóvá hagyja a testület, gondolom a következő ülésén, mi javaslatot tettünk arra, és így is jól járnak a szervezetek, mert tulajdonképpen, ha esetükben éves szinten természetesen legmélyebben ennyivel csökkenhet a támogatás, ami általunk ugye van továbbítva, akkor jelzem, hogy a Muzsda község egyéb területein, legyen az az óvoda, legyen az a községi hivatal, legyen az a könyvtár, legyen az bármely más területe, a visszafogottság és a csökkenés még sokkal súlyosabb lesz. A dolgozói állományt illetően a következő intézkedéseket javasolom elfogadásra. Tehát minden olyan dolgozó, aki betöltötte nyugdíjas korhatárát, meg kell szüntetni velük a munkakapcsolatot, a munkaszerződést, mert ebben a megszólt helyzetben nem kívánatos, hogy a bérük mellett, a munkájuk után, ugye, amit kapnának igazságosan, más forrásba is jutnak ugye pénzkerethez, hogy így mondjam, jövedelemhez. Tehát ilyen szempontból ez egy központi intézkedésnek az átvétel, amit elfogadtunk a község berkeiben, elfogadnánk. Ezen kívül a dolgozóknak a többsége már a legelejétől, tehát február 20-a környékétől vagy a régi szabadságát tölti, vagy a hozzátartozónak a gondozását, az OCR-t és a ellátását végzi, gyermekének az ellátását, vagy pedig home office-on van, tehát a hivatalnokok egy része, a munkaidőknek egy jelentős részét a házi körzetben végzik, azzal, hogy az informatikai rendszer ki lett ugye bővítve a hazai számítógépes, internetes megoldása. Azon kívül van olyan eset, amikor a dolgozóknak nem tudunk munkát adni, mondok egy példát, óvodában az óvodás hölgyek nem tudják távoktatással ellátni a nevelését a gyermekeknek 6 éves korig, mint ahogy tudják ezt az alapiskola pedagógusai, a távoktatást ugye elektronikusan, óvodában ez nem működik, helyjel közzel, bár volt néhány nap, amikor ugye végezték a hölgyek a
óvodának ugye a fertőtlenítését és a elkészítését erre a mai koronavírus helyzetre, de végtelenség ezt nem lehet csinálni, tehát ők a föntartó és a munkáltató által vannak akadályoztatva, mert nem tudjuk nekik a munkát biztosítani. És van egy másik példa, a hasonló eset van ugye az óvoda szakácsai körében, ahol viszont a hölgyek néhány napot erőteljesen dolgoztak, mégpedig úgy, hogy más munkabeosztást kaptak, a községháza dolgozói által lekaszált füvet gereblézték a temetőben és másutt, tehát néhány napon, jó pár napon dolgoztak ilyen formában. Tehát azok a napokra megkapják a teljes bért természetesen, mintha dolgoztak volna a konyhán. Egyébként más helyzetekben, amikor nem tud a munkáltató nekik milyen munkát adni, akkor jön az az intézkedés, ami május 1-től fog érvénybe lépni, mégpedig az, hogy amit ilyen esetben ajánl a központi vásárstáb, és amit ilyen esetben alkalmaztak minden más alkalmazotti viszonyban, legyenek azok a városi hivatalok, községi hivatalok, állami hivatalok és másutt, ahol a munkáltató részéről, vagy a objektív helyzet részéről vannak akadályoztatva a dolgozók, akkor ilyen szempontból némi bércsökkentésre lesz szükség, és ez az esetben pontosan nálunk ez arról szól, hogy az alap tarifa bér fölötti jutatások lennének ideiglenesen néhány hónap erejéig, amíg tart a járvány, vagy amíg nem működiknek ezek az intézmények, legyen az a könyvtár, legyen az az óvoda például megvonva, és ha szükség lesz rá, akkor az alap tarifa bérnek a 80% szintig engedi meg a munkaszerződés levinni, hogyha olyan nagymértékű lenne a csökkenés, amit kap bevételként a részadóban ugye a községi hivatal. Emellett ugye vonatkozik ez a polgármester rész természetesen, és azok a dolgozók, akik távmunkában végzik a munkájukat és végeznek fizikai munkát itt a hivatalban, vagy másutt, például a szociális szolgáltások dolgozói végzik rendesen ugye az ellátásukat a nyugdíjasoknak, azok teljes egészében megkapják a bért, mintha semmi sem történt volna, mert teljes jogú munkát végeznek. Tekintettel arra, hogy a munkaügyi hivatal, a járási munkaügyi hivatal ugye megszüntette április 1-től, ha jól tudom, a közmunkásoknak az alkalmazását. Azóta ugye nem végezhetnek munkát a munkaügyi hivatal megbízásából, ezért ugye a külső tereknek a karbantartását, a temető karbantartását mi jeleztük már többször a mai nap folyamán, a testület folyamán a községi hivatal dolgozói végzik. Ami a község beruházásait illeti, a tanácsülésen megvitattuk a képviselőkkel, és minden egyes beruházást, ami a községet illeti, kielemeztünk, hogy mi a további sorsa, melyik az, amiket véglegesen megállítunk, megszünetünk, mert nincs rá lehetőség a mai helyzetben, hogy forrásokat gyűjtsünk rá, mi az, ami esetlegesen elhalasztható jövő évben, és mely az a beruházás, amit továbbra is dolgoznunk kell, és végre kéne hajtani. Mondtam egy ilyet, például a fásítási projekt, ami egy 16 000 eurós projekt, amire remélhetőleg a község eredményesen tudja, reménykedünk benne természetesen, és akkor annak köszönhetően az állami hatóság nekünk a fákat kiülteti. Ez a projekt ez tovább él, tehát amikor a körzetvédelmi tárca beindul, amikor már valójában a projektokon fog tudni dolgozni, akkor mi szívesen igényelnénk ezt a támogatást, hasonlóképpen a tempomparknak a parkosítását, és akkor természetesen ezek a beruházások, az ilyen jellegűek élni fognak továbbra is, és igényelni fogjuk a támogatást. A másik, hogy mi lesz a nagy beruházások sorsa, az egyelőre attól függ, hogy a kormány és az Európai Unió hogy fog hozzáállni ezekhez, hogy melyek lesznek olyan rezsimbe tolva, hogy mondjuk ahol nem volt a szerződés aláírva, azoknak a forrásait felhasználják más területen, például a gazdasági károk, a járvány okozta károk szanálásán, a vállalkozók bevétel kiesésének a pótlására, vagy ugye a nagy munkáltatóknál a munkahelyek megszűnése folytán a dolgozók bérének a pótlására, akkor az ilyenektől el fogunk esni, és ezektől el kell búcsúznunk. Vannak olyan projektek, amik nagy projektek, amelyek nyilván most egyfajta pihenő állapotban lesznek, és amikor a 2021-es, 2027-es Európai Uniós 7 éves költségvetési és fejlesztési időszak beindul, akkor reménykedhetünk, hogy valamilyen formában föltéve az unió fönnmarad, és az uniós támogatási rendszerek fönnmaradnak, reménykedünk ebben, akkor tudjuk megvalósítani. Ilyen a leghúsosabb, a leg
nagyobb költségvetésű projektunk a St. Mills House-nak a projektje, ami ilyen kategóriában sorolható. Tehát kategorizáltuk az egyes beruházásokat, és nem sokáig következő napirendi pontban vissza fogunk rá majd térni, hogy mit szeretnénk elérni a következő 7 éves uniós költségvetési és fejlesztési időszakban, mert azt is jóvá kéne hagyni a képviselőknek, és ilyen szempontból már a elkészítő munkálatokat majd ellátni. A másik, ami fontos, hogy a községi hivatalban a dolgi kiadásokat, amik a napi munkára vannak, lényegesen megnyírbáljuk, lényegesen csökkentjük, amik ugye az energiafogyasztást illetik, a mindenféle munkaeszközök, amik a hivatali munkát ugye biztosítják, azoknak a beszerzését lényegesen csökkentjük és csökkentettük, és minden más, ami a dolgozóknak ugye a munkakörülményeit biztosítja, azokat is mindenről lemondtunk, és minden tulajdonképpen drasztikusan vissza van nyesve. Emellett a közvilágításnál is fogunk spórolni. Nyilván észrevették a község polgárai, hogy a húsvétet követően, tehát húsvét utáni keddi naptól már éjfél után nem működik a közvilágítás. Reggel 5 óráig tervezzük ezt, hogy ez így lesz. Tehát 5 órát tudunk spórolni, körülbelül a felét, az időnek a felét és az energiaköltségnek a felét meg tudjuk takarítani. Azzal, hogy mai napon már, vagy az elmúlt napokban már 5 órakor már világosodott, 5 óra 20 perckor teljesen világos van, tehát most már reggel nem fogjuk bekapcsolni a közvilágítást. Természetesen augusztustól, amikor már rövidülnek a nappalok, és már reggel fog kell világítani, akkor természetesen 5 órától egészen virradatig, kivilágosodásig fognak újra világítani reggel is a lámpák. Ez is egy átmeneti rendelkezés, amíg a község bevételei látványosan csökkennek az a visszautatott részadó folytán, vagy annak köszönhetően, akkor ilyen intézkedéseket hoztunk. Hasonlóképpen volt ez egyébként 2009-ben is, amikor a 2008-as gazdasági válság után hasonló lépéseket kellett meghozni, konkrétan a közvilágítás is ezek közé tartozott, annak a szűkítése. Mindegyes mediális csatornát fönntartunk továbbra is. Működni fog a falurádió, működni fog a falutelevízió, működni fog a közösségi háló, minden más területen. Egyet viszont vissza fogunk fogni, mert viszonylag költséges, az pedig a Muzsdai Hírmondónak a kiadása. Megint csak azt mondom, hogy ideiglenesen azokra a negyedévekre, azokra a hónapokra, amíg tart ez a mai embertelen helyzet, valószínűleg a nyári számot nem tudjuk kiadni, a második számot nem tudjuk kiadni, lehet csak is az első őszi számot, a harmadikot. Reménykedünk abban, hogy a karácsonyi decemberi számot már ki fog tudni adni, és akkor újra tudjuk ilyen módon kézzelfogható papírformában találkozhatni a községünk lakosságával. Természetesen ehhez is kérjük a község lakosságának a megértését, mert a mai szükséghelyzet hozta ezeket az intézkedéseket, és kérem a tisztelt polgártársamnak a megértését, és kérem a képviselőknek a hozzájárulását ehhez, hogy ezt ilyen formában tudjuk szervezetten, kontrolláltan, ellenőrizetten ugye oldani, hogy igazából annak a játszónak egyében egy kecskés jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon, tehát ne legyen gondunk a község pénzügyi fenntartásával. Hangsúlyozom, hogy a rezerváinkat, a tartalékainkat is felhasználjuk természetesen. Én informálódtam azoktól a polgármester társattól, akik 2008-2009-ben is polgármesterek voltak, hogy élték meg, mennyire kellett lefaragni az akkori kiadásokat, mennyire kellett hozzányúlni a bérekhez, mennyire kellett hozzányúlni a községi szolgáltások lefaragásához, és 5-6 polgármesterrel tudtam beszélni, akik visszaemlékeztek az akkori időszakra, tehát abból is inspiráltuk, hogy akkor milyen volt, jelzem, a mostani az úgy néz ki, hogy sokkal súlyosabb lesz. Ha akkor a gazdasági teljesítőképesség, a GDP, a hazai össztermék 5,5%-kal csökkent 2009-ben, és az volt az Európa Unió 28 tagország közül a legmélyebb csökkenés, akkor most, amit előre terveznek, az körülbelül 10%-os csökkenés lesz, ami duplája a 2008-2009-esnek. És azt is tudni kell, azt mondják a makroközgazdászok, kiszámolták, hogyha 10%-os visszaesés volna, gazdasági visszaesés, akkor az körülbelül 27-28-30%-os adóbevételi visszaesést fog okozni. Tehát ezzel számolhatunk, ami a mi adóbevételünket illeti, tehát ehhez kell nekünk alkalmazkodnunk, és ilyen szempontból kell hozzávarnunk a kiadási oldalt, mert közgazdászként azért azt is tudni kell, hogy igazából pénzt varázsolni és rajzolni nem tudunk. Tehát abból kell főznünk, amink van, beleértve az eddigi tartalékainkat, amiket fölhalmoztunk, és ilyen szempontból meghozni a intézkedéseket. Köszönöm szépen mindenki figyelmét, és ezzel megnyitom a vitát ehhez. Tessék! Igen?
Becse úr. Én olyat szeretnék kérdezni, ha már a bevételekről van szó. Én ugyan személyesen úgy, ahogy tudom a történetet, de hogy az a szabadtéri színpadnak az a része, amelyeket az eredeti cég elkezdett építeni, aztán szerződésbontás történt velük, és ők egy nagy csomó pénzzel tartoznak ennek a községnek. Mekkora az esély, hogy ebben rossz világban az a pénz ide jöjjön, mert talán most itt szükségre merül. Nos, a következő válaszom. Igazából nem tartoznak a községnek szinte semmivel, mert amit ők, van rá hivatalos állami hatósági fölmérésünk, amit ők beépítettek, az körülbelül megfelel annak, mint ami pénzt a község nekik fizetett. Maradjunk ennyiben, ez egy fontos meglátás. Azonban ők leszerződtek, és a szerződésnek a tódalékát a két ügyvezető aláírta, tavaly előtt ugye nyári hónapokban, és abban benne volt egy nagyon fontos büntető tétel, ami ahhoz volt kötve, hogy igazából a határidőket betartani kötelező a nyári 2018. évi nyári kulturális rendezvények véget, amit akkor hármat szerveztünk volna már a kész színpadon. Most abban voltak büntetési tételek, és mivel ők nem tartották be a határidőt, elvonultak az építkezési területről, azért azok a büntetési tételek, amit aláírtak a szerződés tódalékában, érvényre léptek. És azoknak az összege körülbelül 50 000 euró, amit most perrel természetesen és minden jogi eszköznek a kihasználásával rajtuk be szeretnénk hajtani, mert nekünk abból közvetlen kárunk származott, hogy csak szűkre tudtuk megszervezni a kulturális rendezvényeket, teljesen más formában, mint terveztük azt ugye akkor a kész és modern, korszerű, szép színpadon. Különböző költségeink voltak, járulékos költségeink emiatt, és éppen ezért mi természetesen ezt rajtuk be szeretnénk hajtani. A bírósági tárgyalás lezajlott, a bíróság eldöntötte, hogy Muzsla-község jogosan követeli a közel 50 000 eurót, és éppen ezért ma már a behajtási fázison vagyunk, aminek a jogi részletet nem fogom most közölni, mert ezt a község jogásza tudja, ő dolgozik ezen a területen, úgy tudom, hogy jogilag ennek a folyamata zajlik. Tehát reménykedhetünk, hogyha vagy az egész összeget, a közel 50 000 eurót, vagy pedig ennek egy nagy részét, jelentős részét a községbe tudja hajtani, illetve a község jogásza be tudja hajtani a község javára. Itt tartunk. Mészáros Béla. Még aktív koromban foglalkoztam számítástechnikai biztonsági kérdésekkel, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez a home office, anélkül, hogy részleteket elárulnál, mert akkor már nem biztonságos, hogyha részleteket elárulsz, de mennyire biztonságos a otthonról való dolgozás a itteni rendszerben? Igen. A község informatikusa, külsős változása, aki a szerződött partnerünk, elvégezte az állami DECOM hálózatnak a hálózat gazdájával közösen oldották meg azt a problémát, hogy biztonságosan lehessen házi körülményektől a virtuális teret, az internetet használni az itteni belső rendkívül biztonságos rendszert. Na most ennek a részleteit nem fogom elárulni, de tény is való, hogy az öt alkalmazottunk részére, akik így engedélyt kaptak arra, hogy házi formában tudják az itteni munkát ellátni, ne kelljen bejárniuk fizikailag ide a községházára. Egyébként bejárnak, tehát hétfőn, szerdán, pénteken bejárnak, amikor félfogadás van. Itt a keddi és csütörtöki munkáról van szó. Mi kaptunk rá egy biztosítékot, hogy a szerződött partnerünk az informatikai vállalkozás, a DECOM állami hálózatnak, ami ugye Muzlán működik, annak a rendszergazdával közösen megtalálták a megoldást, és működik a megoldás. És a bizonyítékként annyit mondok, lekopogom, hogy eddig nem volt semmilyen föltörési kísérlet, vagy nem tudták ezt a dolgot megsérteni, hogy adatok tűntek volna el a muzlai úton, valahol a adott dolgozó kolléga lakása és a községháza között. Istenem. Jó? Egyenlően biztonságos a rendszer. Nem törte föl senki.
Jó, én is dolgoztam home office-ból Pozsonyban, a HP-ban, és ott is egy alagút volt kialakítva, ahol biztonságosan tudtam. Nagyon fontos a felvetésed, mert nem nagyon szeretnénk azt, hogy valaki föltöri az itteni informatikai rendszert, mert mégiscsak érzékeny adatokkal dolgozunk, és igazából nagyon fontos az, hogy az informatikai biztonságos híd, amiről beszélsz, ez tényleg az is maradjon jövőre is. Tessék, további hozzászólások. Alpolgármester asszony. Én a közvilágítással kapcsolatban, hogy mennyire fontos, ez csak egy megállapítás, és nem szeretnék ehhez semmi többet hozzáfűzni. Mennyire fontos a kommunikáció. Ugye először az emberek értetlenül álltak az fölött, hogy éjjel leoltottak a lámpák. Nem volt lehetőség, mivel nem volt gyűlés, nem volt lehetőségünk lekommunikálni, hogy ez a spórolás miatt van. Engem is többen hívtak, ugyanúgy, hogy a polgármester urat vagy a képviselőtársaimat. Mi azért próbáltuk ezeket a dolgokat akkor elmondani és tisztába tenni. És ugye akkor mi eldöntöttük, hogy 11-kor oltják le a lámpákat. És köszönöm azoknak az embereknek, akik szóltak, mert ilyen kommunikáció által jutottunk el odáig, hogy mégiscsak szükséges, hogy éjfélig legyenek azok a lámpák föloltva, mert ugye később járnak haza munkából. De mi ezt csak akkor tudjuk, ha velünk kommunikálnak és beszélnek, úgyhogy ezt is így tudtuk megoldani. A másik dolog, ez most már tártalan, akkor volt arról szó, hogy reggel 5-kor még sötét van, de hát most már reggelre kivilágosodott, mert van, akik reggel 5-kor mennek, és azt beszéltük a múlt héten tanácsülésen, hogyha őszre fordulna esetleg a dolog, vagy ha még spórolni kell, és 5 után már sötét lesz természetesen, akkor arra az 1 órára vagy másfélre szintén visszakapcsoljuk a lámpákat, de mi is csak úgy tudjuk, ha velünk beszélnek, vagy nekünk jeleznek, és így tudjuk oldani a gondokat, úgyhogy ezt szeretném továbbra is bátorítani, vagy megköszönni, hogy ez így legyen. Így van. Hadd válaszolok rá. Első örülök annak, hogy a polgárok érzik a hiányát ennek a korszerű közvilágításnak, ami nálunk van. Legyünk őszinték, hogy egyik legfejlettebb rendszer, ezt már kommunikáltuk, ugye tudják a lakosok, és összehasonlítva más községgel is valóban egy nagyon komfortos és nagyon-nagyon komoly fényerővel és nagyon gazdaságos, takarékos rendszerünk van. És örülök annak, hogy sokan ezt megérezték, hogy hoppá, mi van, mi a gond. Nagyon fontos az élő kapcsolat, az élő visszajelzés a polgárok részéről, akár közvetlenül nekem, közvetlenül a hivatalba, vagy a képviselőkön keresztül. Örülünk annak, hogy így a kapcsolat működik, és természetesen, amikor meghallgattuk az érveket, hogy akik Magyarországon dolgoznak valamelyik ipari parkban, valamelyik vállalatnál, és így a mai koronavírusos helyzetben néha órák hosszat késik az ő hazajövetelük, hogy természetesen, ha 12:30-re érnek haza, akkor nem szeretnének a buszmegállón kiszállni koronsötétben, és egészen haza ballagni, úgyhogy ilyen szempontból teljesen jogos a kérésük, és mi ezt azonnal akkor 1 órával későbbre toltuk, 12 éjszakai 24 órára természetesen a lekapcsolással. Másik oldalon tudni kell az, hogy így a 50%-at a villamosenergiának meg tudjuk spórolni, és azért legyünk őszinték, hogy éjfél és 5 óra között a muzsdai 99%-a oda haza alszik. Tehát ilyen szempontból azért legyünk őszinték, hogy ez talán érthető, hogy amikor van egy némi átutazó gépkocsi forgalom, akkor számukra nem igazán annyira fontos az, hogy éjszaka is, amikor a lakosoknak a döntő többsége alszik odahaza, hogy világítsunk, de jelzem azt, hogy ha valamilyen szempontból nagyon fontos közbiztonsági hézag lenne, ha valahol erőszak lenne, rablások lennének a faluban ilyen szempontból, tehát van ilyen következménye a gazdasági válságnak, akkor természetesen intézkedni fogunk, és akkor megoldjuk azt a fajta lehetőséget, hogy ilyen szempontból akkor reagálni fogunk a helyzetre, jelzem. Tehát épp azért szeretném a lakosságot arra buzdítani, ha valahol ilyet tapasztalnak, hogy az éjszakai órákban, amikor valami történik, tehát amikor sötét van, mert nem világítunk a takarékosság következtében, és valamilyen formában sorozatos bűncselekmény lenne, akkor természetesen ezt át fogjuk értékelni. Jó? Mert az a első számú szempont. További hozzászólás. Ez még nem az általánosítat. Nem, még nem az. Az már lesz. Egyet szeretnék kérni a lakosságtól. Most itt tartunk, mindenki elé tartunk ugye nyíltan, hogy milyen intézkedéseket hoztunk, hogy a költségvetést és a pénzügyi helyzetünket egyensúlyban tartsuk. Azért egyet szeretnék kérni, amikor már a következő fázisban lazulni fog a kényszer, lazulni fog a szigor, és a nyitvatartást, a félfogadást is ki tudjuk jobban terjeszteni,
akkor arra kérjük a lakosságot, hogy akik még nem fizették be a hulladékleteiket, tegyék meg, és fogadossan akkor kérjük a lakosságot arra, hogy amikor már lazul a fegyelem, és már jobban lehet majd közlekedni a, és élni a mindennapi életet az utcán, akkor jöjjenek be és fizessék be az ingatlanadót erre az évre, mert hát hallhatták, hogy szükség van rá, és természetesen kérjük a vállalatokat, vállalkozókat, a nagy adózókat, akik a község területén tevékenykednek, hogy ők is legyenek abban megértőek, hogy a községnek is szüksége van forrásokra, és ha már a központi adóhivatalból érkező részadó, a központi források apadnak, akkor legalább az ingatlanadóból tudjuk fenntartani a községi szolgáltatásokat és a községnek a működését. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megértését. További hozzászólásról, ha nincs, akkor lezárom a vitát. Ki támogatja azt, hogy az önkormányzat közösen velem együtt elfogadja ezt az intézkedés csomagot? Szavazással. Nagyon szépen köszönöm, egy hangulat. Következik a 7-es számú napirendi pont, amelynek a következő a lényege. Készülvén az Európai Unió következő 7 éves fejlesztési és költségvetési időszakára a 2021 és 2027 közötti időszakra a partnerünk, aki a szerződött partnerünk, aki a PHSR-t a községben, tehát a szociális és gazdasági fejlődésnek a tervét készítette el az elmúlt 7 éves időszakban, és készíteni el most már a következő időszakra, és ez a feladata év végéig meg kell, hogy valósuljon, tehát 2020 végéig, és elkezdte a munkát. Várja tőlünk azokat az impulzusokat, várja azokat az adatokat, hogy mit szeretne a község beruházásként megvalósítani a következő 7 éves időszakban, természetesen nagy beruházásokra gondolva. Annyiból szigorúbb a helyzet, mint volt a most végződő 2013 és 2020 közötti uniós 7 éves időszakban, hogy most még átmenhettek olyan beruházások is, amelyek nem voltak beleiktatva a község PHSR-ébe, tehát a szociális és gazdasági fejlesztési tervébe. Ugyanis, ha mi ezt elvégeztük 5 évvel ezelőtt, mert mindig 2 éves csúszással kell ezeket elvégezni, tehát a 2013 és 2020 közötti időszakra a lévén működik az N+2-es szabályzat, hogy erre alokált pénzeket, forrásokat 2022-ig lehet, 2 évvel később felhasználni, ilyen eset lesz nekünk egy-két muzsai beruházás majd. Éppen ezért ezt figyelembe véve 2015-ben, mikor már én voltam a polgármester, fogadtuk el ennek a fejlesztési időszaknak a tervét, stratégiai tervét, a gazdaságfejlesztési és szociális fejlesztési tervét, és igazából ez alapján működtünk, de megvalósultak olyan beruházások, amelyek nem voltak alá beállítatva. Erre még volt lehetőség, külön kaphatott a község, vagy bármelyik más fejlesztő beruházó erre kivételt, de ez már meg fog szűnni. Tehát ez már a következő 7 éves időszakra, ez a fajta benevolencia, ez a fajta méltányosság meg fog szűnni. Az uniós támogatásokból a következő 7 évben már csak olyanok valósulhatnak, amely egy község, egy vállalkozó berkeiben, területén, amelyeket tartalmazza a PHSR, a községnek ugye a szociális gazdasági fejlesztési terve. Éppen azért nagyon fontosan össze kell ezt állítanunk, és igazából ennek a gerincét javasoltam a képviselőtestületnek, hogy nézzük át, és sorban most el fogom mondani, mik azok a nagy beruházások, amely természetesen annál a föltételnél. Ha az Európai Unió továbbra is működni fog, ha az Európai Unió forrásai működni fognak, és az a forrás a következő 7 évre, amit Szlovákia megkapott, és amit megszavaztak az Európai Parlamentben, rendelkezésre fog állni, akkor a következőkkel számolunk nagy beruházásokkal a következő évek 7 évre, és ezeket én fontossági sorrendben fogom most itt felolvasni. Természetesen egy ilyen tervnek, egy ilyen stratégiai tervnek az elfogadásánál és megszavazásánál és a nyilvánosságra hozatalánál, illetve az Európai Unió szerveinek az való továbbküldésénél, illetve a Nyitra megye illetékes szerveinek a továbbításakor figyelembe kell venni azt is, hogy adott tervezetünk, adott szándékunk milyen stádiumban van. Hol van már tervdokumentáció, hol van esetleg építkezési engedély, hol van már megszavazott valamilyen támogatás, hol van esetlegesen valahol valamilyen hatósági eljárás folyamatában vagy már elvégezve. Tehát igazából hol van már hozzá telek például, ami erre a célra szolgál. Tehát mindegyes körülményt föl kell itt vázolni, hogy a egyes területeken, a egyes bázatnál hogy is állunk a körülményekkel. Tehát első helyen szerepel
amit már néhány éve oldunk, a muzsdai szennyvízhálózatnak az elkészítése, amelynél ott tartunk, hogy a tervdokumentáció elkészült, építési engedélyünk megvan már másfél éve, és most zárul éppen a napokban a közbeszerzés erre a beruházásra. És igazából a helyzet az, hogy most már nekünk ez a következő uniós időszakra fog átcsúszni, de van egy nagyon szigorú föltétel, amit most már úgy néz ki, hogy napokon belül, max heteken belül teljesíteni fogunk, hogy minden olyan pályázatnál, amit a község vagy pályázó bead, legyen az vállalkozó, akkor meg kell lennie, már le kell zárulnia sikeresen a közbeszerzésnek. És ha a közbeszerzés lezárul, akkor tudunk már egy pályázaton részt venni, akkor tudjuk benyújtani a Muzsda község kérvényét, mert hiszen igazából akkor fogja az irányító hatóság ezt az Európai Uniós támogatásra számba venni, és akkor tudunk igazából részt venni egy ilyen versenyen, ahol a támogatásokért fogunk megküzdeni. Ebben esetben jelzem, napokon belül le fog zárulni a közbeszerzés, ennek az első fázisa, amely meghirdeti a győztest, és ha nem lesz a további érdeklődők részéről megtámadva a folyamat, akkor nagyon gyorsan egy eredményes közbeszerzéssel fogunk rendelkezni. Második helyen van, kérem szépen, egy 24 órás ellátás biztosító nyugdíjas otthonnak a megépítése. És ennek a következő a története. Adott a Kovászpataki megyei, Nyitra megyei fönntartású, nagyon nagy léptékű idősek otthona, ZSS, tehát öreg otthon tulajdonképpen, amelynek van 270 kliense, ügyfele. És igazából ez egy országos projektbe bekerült ez az intézmény, a Szociális Minisztérium által elindított projektbe, amely tulajdonképpen az ilyen jellegű szociális intézmény transformációját vonja maga alá, hogy szétbontását további kisebb, további községben, tehát a Kovászpatakon kívüli községben elhelyezett kisebb fiókintézményekre. És ennek a folyamatnak volt a prezentáció februárban ebben az évben, ahol összehívták az összes Párkány környék és Párkányi polgármestert, ahol lehetett igényeket benyújtani, hogy melyik község szeretné, hogyha a delimitációt, vagy a szét szabdalását annak a központi nagy intézménynek követően, melyik község vállalna be ilyen beruházást, ilyen intézményt, és még bejelentkeztünk két épülettel, két 12 személyre szóló nyugdíjas otthonnal, amely esetében a projektban már mi részt veszünk. 2020-ig a minisztérium berkeiben el kell végezni ennek a projekt elkészítését, stratégiának a kidolgozását, ahol már szerepelni fog Muzsda község. A községnek föl kell kínálni a megfelelő telkeket, vagy megfelelő épületeket azzal, hogy a következő uniós időszakban uniós támogatással építenék meg, akár zöldmezősen ezeket a kis, apró ugye, nyugdíjas otthonokat. Tehát mi két ilyen befogadására vagyunk képesek, kettő ilyet, tehát 212 nyugdíjas személynek az ellátását tudnánk befogadni azzal, hogy ezek uniós forrásokból lennének, állami fönntartásúak volnának, újabb munkahelyeket hoznánk létre községünkben, gondozókat természetesen foglalnánk és más személyzetet magukba. Tehát körülbelül számítok rá, hogy 24 ellátottan körülbelül 15 munkahely jön létre Muzsdán ennek kapcsán, és ennek a megvalósítása határideje körülbelül 2-3 éven belül kellene, hogy megvalósuljon. Illetékesek már itt voltak, körülnéztek, fölkínáltuk a megfelelő parcellákat, hol lehetne az ilyet megépíteni. Jelzem, beruházó nem a község lesz, fönntartó nem a község lesz, hanem állami projektban működne az egész, és a fönntartója miután megépülne az egész, állami és uniós forrásokból, fönntartó a Nyitra megye önkormányzata lenne ezeknek az intézményeknek. Tehát ebben bejelentkeztünk, ebben mi részt veszünk, és ilyen szempontból szeretném ezt az újdonságot elmondani a képviselőknek és a falu lakosságának, hogy ez a második számú prioritásunk ebben a következő hétves időszakban. Utána pedig szeretnénk ugye a községházához hasonlóan, a szolgáltatások házához hasonlóan még korszerűbben, még sokkal takarékosabban felújítani a kultúrházat, az volna egy következő időszakban egy fontos célkitűzésünk, ahol nem csak a fűtést, nem csak ugye a energetikai gazdálkodását, hatékonyságát szeretnénk megoldani és javítani, hanem a klímaberendezéssel ellátni, hogy végre a nyári hónapokban, amikor melegebb van, akkor is tudjon komfortosan zajlani ugye az esemény abban az épületben. Utána pedig a járdáknak a felújítását szeretnénk a községben
fogadtatni a hatóságokkal és támogatással szerezni. Természetesen ezen kívül lenne ötödikként kerékpárutaknak a létesítése. Az egyik az úgy volna, hogy lévén ennek van egy előzménye, azért ezt el kell mondani, meg kell osztanom a lakossággal, hogy az Eurovelo 6-os kerékpár magasabb rendű út, amely ugye Normandiából húzódik Budapesten át egészen Balkánig, és itt nálunk ugye a Dunatöltésen megy, illetve menne, ha a Dunatöltés alkalmas lenne erre. Igen, néhány éve megoldódott ennek a szakasznak a felújítása és kiépítése Komárom és Karva között. Hiányzik a Karva és Párkán közötti szakasz, csak itt ünnepésen be szeretném jelenteni, hogy ebben az évben megvalósul ez is, ebben az évben a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat, amely gazdája a Dunatöltésnek, megoldja őszi hónapok folyamán a leaszfaltozását és az ilyen jellegű kerékpárút létrehozását a Karva és Párkány közötti szakaszon. Tehát ennek van egy negatív hatása, ami a vendéglátóipart érinti, hogy a kerékpárosoknak a forgalma, főleg a külföldieknek a csoportos ugye jelenléte, ami 3-4 hónapig tart muzsdán, ez el fogja kerülni majd a községünket, mert komfortos első osztályú kerékpároton fognak tovább folytatni, folytatják útjukat Karvántól, nem nének vissza ide a 63-as útra, amely szűk, forgalmas, nem biztonságos, levegője ugye nem megfelelő a kerékpározásra. Ott fognak majd maradni tulajdonképpen, tovább fogják útjukat folytatni majd a koronatöltésen, a Dunatöltésen, és igazából egészen ebedig, és ebednél, ebed határában fog visszamenni a Szlávkovics utcába, a forgalmat visszaterelve a Párkány városán belül már az állomásnál a főútra, és egészen Mária Valéria hídig lesznek ők terelve. És igazából ez, ha megvalósulna ebben az évben, akkor ennek a rácsatlakozására szeretnénk forrásokat találni, és a kerékpár utat megépíteni, természetesen szilárd talapzattal a Dunatöltés, tehát az Eurovelo 6-os kerékpárút és a futballpálya közötti térségben. Ilyen értelemben mi módosítottuk 2015-16-ban a község területrendezési tervét, ez belekerült a tervbe, ez benne van. És a képviselőnek a javaslatára lett kibővítve ez egy másik szakasszal, lévén, hogy 2017-ben kilett a töltéstől, a Dunatöltéstől egészen a Muzsla községen keresztül, a Muzslai Szőlőhegyen keresztül egészen Bélai kastélyig kilett a kerékpárút táblázva, és van egy olyan szakasz ennek a kerékpárútnak, amely nem szilárd úton halad, mégpedig a Szőlőhegyen a Csépány alatti út szakasz, ami ugye elég bonyolult, főleg amióta a vízvezeték elkészült, és egyáltalán nem alkalmas kerékpározásra, tehát azon a szakaszon is kiépítenénk, ha lehetőség nyílik rá, egy korszerű kerékpárutat. Tehát ilyen szempontból ezeket szeretnénk a következő hétes időszakban megvalósítani, és itt nem kevésbé ambíciónk az, hogyha már a gerince a kerékpár, főleg a külföldi kerékpározók forgalmának elkerülné Muzsla községet, akkor ezzel legalább részben visszahozni őket be a faluba, illetve ki a Szőlőhegyre, egészen mondjuk Bélai kastélyig, és biztosítani azt, hogy a külföldieknek a érdeklődése továbbra is a községünkre fönnmaradjon. Hatodik ilyen pont lenne a helyi utak, helyi autóutaknak, tehát a utcáknak ugye maguknak, nem csak a járdáknak ugye a községben, község tulajdonában lévő negyedik osztályú vagy osztályozatlan osztályon fölüli utaknak ugye a megoldása, felújítása. A hetedik ilyen volna a bérlakások építése, állami lakásfejlesztési alap támogatásával, és ennek az előkészítése már zajlik, mert oldjuk a majdani lakóparknak ugye a tulajdonjogi viszonyait, ezen munkálkodunk már hónapok óta, és ezt a munkát fogjuk folytatni, és ezt elkészül, ez ha teljes egészében Muzsla község tulajdonában lesz, akkor elkezdjük a bérlakás építési programot természetesen a majdani lakóparkban, ami ugye a Vásáros út, a Krajcárköz és a Vadász utca közötti bezárt területen volna. És a nyolcadik ilyen fontos beruházási célkitűzésünk a következő 7 évre, ennek a majdani lakóparknak, aminek volna egy része bérlakásokra, egy része annak a szociális programnak volna lefoglalva, ami zajlott ugye éveken keresztül a falu szélén tulajdonképpen a Rézúton, egészen a Rézúti vasúti átjáró irányában, ott már megtelt a dolog, ott már összes községi telek így ki lett utalva, el lett adva esetenként, nincs lehetőség a fejlődése, és azt a fajta jellegű dolgot is, amikor kiosztjuk a fiataloknak ugye a községi telket, a község vonatkozó rendelet alapján, azt szeretnénk áthelyezni oda a Vásáros útra, illetve
az új Madé lakóparkba, és a harmadik természetesen szeretnénk egyéni lakásépítési igényeket is kielégíteni azzal, hogy a község tulajdonában lévő lakhatási vagy lakhatási célra szó telkeket osztani majd a jövőben, árusítással, természetesen térítéssel, és igazából ez a fejlesztés is el fog indulni, amikor a telkek valamilyen formában község tulajdonba kerülnek utolsó szálig. Tehát ennek a 8. beruházási pont, ennek a fejlesztésnek az alátámasztására, az infrastruktúrának a fejlesztése. Tehát ott azon a területen, a 9 hektáros területen az utak, lakóparki utak ugye, illetve a mérnöki házatoknak a fejlesztése lenne egy következő célpont, amit meg szeretnénk a lakásfejlesztés alap, és minden más állami alap, főleg most a kormányprogramba bekerült ugye az ilyen jellegű programnak a kiemelt kezelése, a bérlakásoknak az építése, tehát mi ezzel élni szeretnénk, és addig szeretnénk a telkeket előkészíteni. Ez volna az a 8 tétel, amit szeretnénk, hogyha bekerülne a következő 7 évre szóló PHSR-be, Múzsaközség Szociális és Gazdaságfejlesztési Tervébe. Köszönöm szépen a figyelmet, ne nyitom a vitát ezzel, tessék, hozzá lehet szólni. Bese József. Az első pont az a csatorna hálózat. Ha szerencsénk lesz és rövid időn belül meg lesz a pályázatnak a nyertese, persze az urány. Közbeszerzésnek a nyertese, végül is. Mikor várható itt egyáltalán, hogy elindulnak azok a pénzcsapok, amelyikből ezt meg lehet? Hát tudni kell azt, hogy sok a föltétel és sok a ha. Elsősorban tudni kell azt, hogy nekünk minimálisan fél évvel elhúzódott a közbeszerzés. Nagyon intenzív volt, rengeteg érdeklődő volt, és nagyon nagy érdeklődést mutattak a részletek iránt. Amit kezelt ugye a általunk megbízott közbeszerzési menedzser, egy komáromi vállalkozás, és amelynek a információs hátterét szolgáltatta a projekt dokumentáció elkészítő tervezőmérnöke. Illetve egy gazdasági csapat, aki a költségvetésnek a oldaláról dolgozták ki a válaszokat. Ez a kérdés-válasz fázis már lezárult, most már a borítékbontás fázisa van, és azt fogja követni egy utolsó fázis, ami lezárhatná elvileg, az pedig az elektronikus aukció, ami lezárja az utolsó fázisában a közbeszerzést. Ezzel a célunk az, hogy minél gyorsabban legyen egy nyertesünk, aki tulajdonképpen megkapja a jogot arra, hogy nekünk ezt megépítse. A község mellett neki is egy kiemelt feladata lesz a források megtalálása. Most ekkora ívű beruházásnál természetesen község önmaga ezt nem tudja megoldani. Nem tudja megoldani. Több millió eurós beruházásról van szó. Nem tudjuk, mit generál ki majd a közbeszerzés, pontosan mekkora lesz az összeg. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon igényes, pénzigényes beruházás, és mi el most kerültünk egy üres vagy süket időszakba, hogy lezárnul látszik most már a 2020-ig tartó 7-es időszak, jön majd a 2021 és 27 közötti időszak, aminek az első évben nem lesznek pázlik írások. Hanem ugye a pázlik írások előkészítése fog zajlani, és valószínűleg 2021 végén, 2022 elején fognak megjelenni az első pázlik írások, és mi, ha addig egy sikeres lezárt közbeszerzéssel leszünk, akkor természetesen első lehető adandó alkalommal egy ilyen pázlik íráson részt fogunk venni. Ami fontos, most jönnek a föltetek és a halak. Ha az unió megmarad, ha az unió támogatási rendszere fönnmarad, ha ezek az uniós alapok megmaradnak a jövőben is, most a mai kritikus helyzetből kiindulva mondom ezeket, reménytelesen, ha leszünk ilyen szempontból, akkor utána nagyon fontos lesz az a fajta siker, amit a V4-ek kormányfő elértek 2 évvel ezelőtt, 2018-ban, amikor brüsszeli indítatása a folyamatokat megfordította. Mert akkor úgy volt, hogy a brüsszeli vezetők, az Európa Unió élcsapata úgy gondolta, hogy a 2004-ben csatlakozott 10 közép-európai ország megfelelően gazdag ahhoz, hogy már ne jusson, ne férhessen hozzá a következő 7-es időszakban 2021-től a kohéziós alaphoz. Most tudni kell, hogy Szlovákiában, ami a utóbbi 15 évben megvalósult útfejlesztés, autópályaépítés, szennyvízhálózatépítés,
tisztítóállomások, vízvezetéképítése, az mind kohéziós alapból jött. Tehát ha nekünk a brüsszeli nyomása már nem volna hozzáférésünk, akkor valami kevés esélyünk volna hazai forrásokból ezeket nagy mértékben, nagy volumenben megépíteni. Tehát kapott a közép-európai országoknak a halmaza egy következő 7 éves időszakot, és ennek köszönhetően magam várom a fejleményeket, abban reménykedve, hogy abszolút kiemelt prioritás lesz a következő 7 éves időszak 13 milliárdos csomagjában, hogy ezek a beruházások a legdrágábbak legyenek előtérbe helyezve. Tehát ez a terület a mostani OPKZP, tehát a Körzetvédelmi Operatív Programjának a területe kapja meg a legnagyobb figyelmet, a legkomolyabb költségvetést arra, hogy Szlovákia maga elmaradását a 2004-ben, amikor csatlakozott az Európai Unióba, ahhoz a vállalatokhoz képest, mondok egyet ezek közül, hogy 2020-ig azt vállalta az akkori kormányzat 2004-ben, hogy 2020-ig minden község, ami 2000 lakos fölött van, rendelkezni fog jó vízhálózattal is, és hulladék, kanalizációval, a hulladék víz elvezetésének a rendszerével, most körülbelül ma 50%-os szinten áll az ország. Tehát épp ezért, hogy a hiányt pótolni kell, a brüsszel felé vállalatokat vállalni kéne, és teljesíteni kéne, ugye, reménykedjük abban, hogy ez a fajta költségvetési tétel lesz a legerőteljesebb, ide jön a legtöbb pénz, és akkor meg tudjuk talán majd pályázni sikeresen azt, hogy mi abból tudjunk gazdálkodni, el tudjuk nyerni a támogatást, mert úgy gondolom, hogy ma a mai helyzetben nem sok olyan község van, amely teljes egészében föl fog készülni a pénz fogadására. Tehát meg lesz a projektdokumentációja, tulajdonjogi viszonyok rendezve lesznek, meg lesz az építési engedélye, és lesz neki egy kész közbeszerzése. Nem sok ilyen község van a Szlovákiában. De én még folytatnám azt a felsorolást, amit hallottam. Igen. Két ponttal, amelyikbe talán nekünk kellene most először lépni. Az egyik az, hogy egy 2-3 éves horizontban elkészülhet egy idős otthon, vagy 2x12 főre. Hát, hogy ez az idős otthon hol lesz, azt nekünk időbe kellene kiokoskodni, és hát ha a mi döntésünktől függ, és a mi kötelességünk lesz azt a telket bebiztosítani, mivel ebben a faluban lesz, akkor ezt a jövő héten el kellene kezdeni, hogy legalább azzal készüljünk föl. Most erre válaszom a következő. Igen, az állami hatóságnak fölkínáltunk 3 ilyen alkalmas telket, ezek közül 2 községi tulajdonban van, a harmadik nem. A harmadik az tagolt, szertágazó, nem menjünk bele a részletekbe szerintem egyelőre. Azonban az állami hatóság embereinek azt tetszett a legjobban. Tehát az van az első prioritásban is. Azt mondták, nem lényeges, hogy tulajdonjogilag nem tisztázott, hogy nem a községi tulajdonban van, csak a 2-es és a 3-as verzió, viszont az a legalkalmasabb egy ilyen intézmény megépítésére, több szempontból, forgalom szempontja, elhelyezése és így tovább, és viszont a állami hatóság feladata ezt tulajdonjogilag rendezni. Tehát mi ne tegyünk ebben semmilyen lépést, azt mondták, ez ha a projekt elkészül, 2020 végéig elkészül a stratégia, és mi búzlaközség benne leszünk, akkor annak a tulajdonjogi viszonyát 2021-ben az állam fog intézni. Nem mink. Jó, köszönöm. Ja? Az utolsó még. Igen? Amit mi el tudunk dönteni. Itt a sorrendben, a felsorolásban a járdák 2-3-mal a közútak, aszfaltútak előtt voltak. Igen. Nekem meggyőződésem, hogy ebben a faluban talán csak egy járdát használnak. De vannak olyan útak, amelyeken nem lehet közlekedni, nem rosszak, nem lehet közlekedni. Például a temetőtől a Rézút felé. Azon akkora gödrök vannak. De van ilyen több is. No, ez a válaszom a következő, hogy nyilván tudjátok, hogy 2015-ben, 2016-ban igyekeztünk a legkirívóbb példákat megoldani. Tudjátok. Épp azon az úton a körforgalmat ugye megpróbáltuk oldani. Lényegesen jó lett a körforgalom a králikéknál. Oldottuk az óda környékét ilyen szempontból, a legrosszabb állapotúakhoz megoldottuk saját pénzből. Azért ezt azért tegyük kezünket szívünkre, ez megtörtént. Igen, rossz állapotban vannak útak, de azért egyet ne felejtsünk el. Hogy Muzsa községben lényegesen kisebb ütemben tudtuk a járdákat felújítani, mint az utakat. Noha,
megyei költségvetésből megyei utak lettek, de állítom, hogy Muzsla község területén átható utaknak a 50%-a minimálisan megújult az elmúlt évek folyamán. Igaz, hogy nem a saját pénzből, nem a községi tulajdonbeli utak, hanem a megyei utak. Kivétel nélkül mindegyik kapott új szőnyeget, mindegyik, az összes. Egy utolsó szakasz maradt még hátra, az pedig a Szőlőhegyi, Újhegyi, Nagyhegyi útra van szó, a VKK-tól a vasúti átjáró, de az nincs annyira rossz állapotban, tehát az még megyei képviselőként éreztem azt, hogy meg kell oldani természetesen, de minden egyéb út, akár Bátorkeszi felé most már majdnem egész a járási határig, Kismuzsláig ugye, akkor a falu területen lévő összes útszakaszt, beleértve ugye a templompartot, amik nagyon rossz állapotban lettek, megettek oldva. Satper kb. A község beltelkében lévő utak 50%-a így megújult. 50%-a. A maradék 50% község tulajdonban van, tudom, tudatosítom, csak azt is látni kell, hogy amikor a megyei költségvetésben zajlik egy ilyen útnak a felújítása, akkor 1 kilométer 100-160 ezer euró között van. 1 kilométer. Ilyen árak vannak. Tehát világosan látni kell, hogyha belemegyünk és nekünk lesznek idegen forrásaink, élni fogunk vele természetesen. De ha nem lesznek, akkor nekünk saját költségből ennyivel kell számolnunk. Sajnos, így néz ki a helyzet. Tehát azt mondtam, hogy utóbbi 10 évben beleértve az előző polgármester időszakáig, vagy 15 évben, sokkal nagyobb ütemben tudtuk az utakat felújítani, noha nem a saját utainkat, nem saját költségvetésből, de mégiscsak a község területén lévő utakat, mint a járdákat. Ezt azért őszintén mondjuk meg. Igen, de én arra alapozom, az én meglátásom szerint, hogy ebben a faluban az emberek a járdákat nem túl nagyon használják. Mindenki az aszfalt úton megy. És olyan helyek vannak, ahol olyan járdák tudnak csak megépülni, hogy keskenyek lesznek, problématikus lesz, továbbra se fogják használni. Tehát az út jó lenne, mert nincs azért itt akkora forgalom, hogy a falu utcáin lehetne közlekedni. Erre megállapítása, hogy ezt tegyük előre a szerintem. Igen, rendben van. Most a sorrend az nem prioritási sorrendet fed föltétlenül, tehát attól függ, hogy mire lesz lehetőség, mire lesz pályázat a kiírás. Amire van, mi reagálni fogunk természetesen. Egy szerencsénk van, hogy döntő többségében utak alatt és járdák alatt rendezett területi viszonyok vannak, tulajdonjogilag. Ez egy óriási előnye, mert nem sok község van így ilyen állapotban. Ezt azért nyíltan mondjuk meg. Nagyon fontos dolog. Mert ha nem volna a község tulajdonában az út alatti telek, akkor nem tud rá semmit pályázni. Természetesen élni fogunk a lehetőséggel. Ha a következő 7 évben, amíg mint jeleztem, a brüsszeli kohéziós alap számunkra nyitva áll, akkor megragadunk minden alkalmat erre, hogy ez megoldódjék, jó? De az a két dolog, amit valószínűleg elmondtam, érvényes. Tehát a legrosszabbakat megoldottuk 15-16-ban, legrosszabb állapotban lévő kátyúkat, gyúkat, minden. Volt egy általános kátyúzás 18 őszén. Muzsla község területén kérem szépen 36 nagy kiterjedésű kátyú lett megoldva, beleért a magyarokat 18 őszén. Tudom, azóta még most már kellene újból, természetesen, majd arra is sor kerül, de a komplex burkolat felújítás, amikor tényleg nem a kártyúzás, hanem burkolat felújítás, méreg drág. Tehát ilyen 150 ezer euró környékén kell egy kilométerrel számolni, amit majd nyilván fogunk oldani fokozatosan, de nekünk arra kell reagálnunk. Az, hogy nekünk volt egy tavalyi pályázati kiírás, amikor tudtunk járdákra benyújtani, ami sajnos nem lett elbírálva, nem hogy nincs szerződésünk, még nincs kiértékelve se a dolog. Azért most én szkeptikus vagyok, hogy ebben a mai járványhelyzetben mi lesz annak a pályáznak a sorsa. Nincsenek illúziói, megmondom őszintén. Éppen ezért mi betesszük a következő 7 évbe utakat is, jó meglátás, járdákat is. Csak azért látni kell azt is, hogy igen, igaz, amit mondtál, a Bell utakat illetően, a községi tulajdonbeli utakat illetően így van, járnak az emberek utakon, de azért ott, ahol a megyei utak vannak, a főutak vannak, ott azért általában járdán járnak az emberek. Ez más. Akár a hosszú sor, akár a vásáros út, legyünk őszinték. És ha veszük a hosszú sort, akkor ha azt mondom, hogy a legrosszabb állapotban lévő utunk, amit te mondtál, a Rézút és a temető, ugye a gólyafészek közötti szakasz mondjuk, akkor járdáknál evidensen így a legrosszabb állapotban lévő a hosszú sori járdák vannak a legrosszabb állapotban. Torony magasan, tehát azt is kéne. Pont azért van ez a tervezet, azért van ez, hogy lévén, hogy változik az a logika, amit elmondtam az elején, hogy a következő 7 évben már az a beruházás, ami nem lesz benne a község stratégiai tervében, arra már nem fog lehetni igényelni semmiképpen támogatást. Mert amit a község elfogad, azt további gyújt megyére,
belekerül a megyei riuszba, a megyei fejlesztési stratégiába, a községre lebontva, és amikor van ilyen pázati kiírás lesz, megmutja a Muzsla község a pázatát Pozsonyba, vagy Brüsszelbe, akkor megnézzük, hoppá, benne van a megyei riuszba. Nincs benne, akkor semmi, azonnal megy félre. Most már szigorú lesz elbírás ilyen szempontból. Eddig nem volt, nem volt szigorú. Eddig. Jó? További hozzászólás. Én csak egy szépségkívánt az egészet, mi már erről beszélgettünk, ugye ezt átvettük. A ötös, a ciklotrasz, a bicikli út, hogy az 900 méter, azt mondtuk, hogy az nem lesz 1900 elég. 1900 méter. Uh-huh. Akkor én nekem még 1900. Azért beszéltem, hogy két utcát azt fogasztani. További hozzászólás. Bár, hogy jobb, bejelentkezzetek. Lehet bővíteni a listát. Ha csak ennyi valósul meg, akkor jó lesz. Nem egészen a PHS-hez tartozik, mert ez inkább muzslai beruházás. Beszéltünk, elindítottuk az utcaneveknek a projektjét, és most nem tudom, hogy milyen állapotban van. Hát nem jó hírem van, megmondom miért. Mert a egyik a kisebbik probléma, hogy a minisztériumból mai napig nem kaptuk meg a utolsó módosításunkra, amikor elvetettük a minisztérium javaslatát, ugye, a Bánomról volt szó? Bánó utcának ugye a megnevezésére. Nem fogadtuk el azt, amit ők javasoltak, mert teljesen illogikus, teljesen észszerűtlen volt, amit javasoltak. Tehát erre még nincs, nincs válasz. És amíg a utolsó utcát a hatóság, állami hatóság nem hagyja jóvá, addig nem tudjuk a projektot indítani. Ez a szabály. Nagyon sajnálom, hogy így van, és nagyon sajnálom, hogy tavaly nyártól nem voltak képesek nekünk ezt elfogadni, mert most már sajnos benne vagyunk az előkészületekbe, ami a jövő évi népszámlálást illeti. És ha ilyen dolgok vannak, mint volt a parlamenti választás most, van népszámlálás, akkor tilos menet közben az előkészületeknek az idejében, mikor meg van hirdetve valami, mondjuk a parlamenti választás ki van hirdetve, és amíg le nem zajlik, akkor moratóriumban. Nem szabad semmilyen lakhelyeket illetően semmit változtatni. És így van most már a közelgő népszámlálással, ami jövő évben hivatalosan lezajlik, de már nekem jelezték a kollégáim, hogy már hivatalosan megy a előkészület, már kérik a lakhelyeket, utcákat és így tovább, és ilyenkor megint csak moratórium van. Tehát éppen ezért úgy veszem, hogy ha meg is jönne a válasz, bár ebben a járványos helyzetben ugye nem fog jönni válasz a minisztériumból, mert ilyen dolgokkal nem foglalkoznak, időhiányból kifolyólag. Ha meg fog jönni, meg választások is voltak, új tisztségviselők vannak a minisztériumokban, ugye mindenhol. Tehát igazából meg is jön a válasz, mondjuk heteken belül, hónapokon belül, akkor belecsúszunk pontosan az egyik moratórium a parlamenti választás után, belecsúszunk a másikba, az a népszámlálás. Tehát 21 folyamán ilyet nem fog tudni megvalósítani, 100%. Sajnos a minisztériumnak a lassú hozzáállása folytán két moratóriumban voltunk, vagyunk, és ez legközelebb én szerintem 2022 január 1-jel fog tudni folytatódni ez a történet. Ó, nem is túlságosan baj, mert végül is a beruházásokból is sok mindent kihúztunk, az miatt, hogy nem lesz rá fedezet, úgyhogy ezt is el fogjuk úgy gondolom halasztani. Jó, így van további. Ami kellemetlen különben, mert lakosság egy része élénken érdeklődött, ugye, lejár neki az érvénysége a szimezőságinak, akkor most várjon, ne várjon, mi legyen, új utcanév és így tovább. Egyszerűen csak nyugodtan mindenkit arra bátorítunk. Amikor lejár, tessék, előtte természetesen meg kell oldani az újat. Ki kell, el kell intézni az új szimezőságit, meg minden más okiratot. Azzal, amit mondtunk, hogy amikor a utcaneveknek a végleg elfogadásra kerülnek ugye a belügyminisztériumban, akkor utána evidensen nekünk ugye a okiratok cseréjét ingyen fogják megoldani a járáshivatalban. Tehát igazából én nekem is most fog lejárni ebben az évben, és nekem is most már a utcanév nélkül fog kell megoldani, és természetesen lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva aztán mehetek még egyszer cseréjére, mert már leszek az utcanevet. Sajnos ilyen az élet, ezt el kell fogadni. Én sem örültem annak, hogy hónapokon keresztül nem jött válasz erre a mi kérésünkre, hogy mi szeretnénk megtartani a Bánomot Bánomnak. Igazából így esett a dolog, de a lényeg az, hogy csúszás lesz, késés lesz, és igazából nekünk ezt el kell fogadnunk. Mert amíg a
stempelt, a pecsétet az állami hatóság nem teszi rá, nem tudjuk indítani a dolgot. Tehát nem tőlünk, függött az, hogy most késünk, nem mi vagyunk ennek az okozói, várunk a minisztériumnak a utolsó döntésére. Jó? De kellemetlen, mert ugye eddig a lakosok azzal számoltak, hogy idén ez megtörténik, megvesznek az utcák, és itt tovább. Sajnos nem mi okoztuk a csúszást. Tessék további hozzászólások. Vagy Zoltán, tessék, utána pedig Marika. Zoltán, tessék. Egy kicsit most, ugyanúgy a investíciókó, de nem ehhez, éppen pont most kaptam egy SMS-t, tornaterem. Hogy azzal mi a helyzet, érdeklődnek, hogy igen, az hogyan fog újulni, vagy hogyan sem. Következő helyzet, tornateremmel kapcsolatban. Nagyon megérett a helyzet a cserére, a talaj cserére. Tulajdonképpen 20 év alatt tönkrement a talaj, azt lehet mondani. Ma már olyan szinten, hogy már nem is javítható, sőt, sérülés veszélyes. Emellett két másik beruházást kéne megoldanunk. Egyrészt a fenészedésnek a megoldását rekuperátorral, tehát állandó szervezhető rendszerrel, mint amilyen van a községházán például, ami biztosítaná a levegőnek a cseréje, cirkulációt, és ezáltal nem tudna megtelepedni ugye a fenész, és nem tudna fejlődni. És a harmadik pedig a belső világításnak a cseréje, ami nagyon fontos lenne. Lévén, hogy a mostani lámpák, amikből azt hiszem, hogy 22 darab van, egyenként 250 watt fogyasztásúak. Tehát brutális az energiafölvétele az ottani világításnak, és egyre több gondunk van a lámpák cseréjével, mert ugye az izzók, azok a gázkisülésű izzók igencsak nagyon gyorsan romlanak és cserélni kéne őket. Most aktuálisan 4-ben világít, azt hiszem. Csináltunk generál javítást 16-ban, amikor egyszerre 6-ot vagy 7-et kellett lecserélnünk. Az eléggé igényes folyamat, mert megjön a cég, megépíti a tornyát, tulajdonképpen a saluját, ugye, arra és a állását ahhoz, hogy hozzá tudjanak lépni, ugye, ami kerekeken van, tolni kell, nagyon munkaigényes folyamat az egész, emiatt nagyon drága folyamat az egész. Ezért úgy döntöttünk, ha már ilyen beruházásokat fogunk alkalmazni a sportcsarnokba, akkor a harmadikként ezt is meg kéne oldani, és ezzel, hogy LED reflektorokat szerelnénk, akkor nagyon lényegesen kitolnánk az élettartamát a világító testének, és lehet, hogy 10 éven keresztül lehet, hogy hosszabb ideig nem kéne hozzányúlni. Tehát ennek a háromnak a költségénye megvan, össze is akartuk hívni a pénzügybizottságot ennek a jóvágyására, mert ezt átdelegálta a testület a decemberi plénumon a pénzügybizottságra, ezt a kérdést zárja le. És igazából úgy gondoltuk, hogy ezt a három dolgot lévén, hogy alapvetően az iskolát érinti, a gyerekének az tornaóráit figyelembe véve az őszi és a téli hónapokban, hogy ezt megfinanszíroznánk az ifjúsági alapból. Ennyi volt a szándékunk. Csak most ez a koronavírus járvány minden most megtorpantott. Megvannak az árajátaink, megvannak az, hogy mi lesz a közbeszerzésnek a kiindulási ára, mind a háromra ugye együtt, és ezt akartuk ugye a pénzügybizottságban február elején valamikor eldönteni, csak közbeszólt a járvány, nem tudtuk már összehívni február közepére. Tehát minden elő van készítve, megvannak az, hogy mennyibe kerülne, milyen technológiával csinálnánk a dolgot, és így tovább, csak most áll az egész folyamat. És utána pedig rajtatok áll képviselőkön, hogy elfogadjátok-e, hogy akkor a végső döntést, hogy ezt a kellő beruházás javítást, ami újra revitalizálna a 20 év után a sportcsarnokot, ami nagyon kellő beruházás, legyünk őszinték, hogy akkor igazából a ifjúsági alapból megejtjük-e, úgy, mint ahogy volt a másfél éve megépült, vagy két éve megépült multifunkciós, többfunkciós sportpályának ugye az állami, busás állami támogatáshoz az önrészünket is a ifjúsági alapból, mert az is alapvetően ugye az iskolát és a sport szervezetet illeti, tehát igazából ilyen szempontból teljesen észszerű volt, hogy a ifjúsági alapból, és hasonlóképpen fogom javasolni, ha odaérünk, kiértékeljük a pénzügybizottságban, hogy akkor a ifjúsági alapból egy megfinanszírozás, ez a kellő beavatkozás. Nem vagyok benne biztos, hogy a tanévnyitás a szeptember 1-e ez megvalósul. Nem örülnék neki, megvalósulna. Megmondom őszintén. Tehát tény is való, hogy a indikatív listán, amit jóvágyott az önkormányzat decemberben, hogy milyen beruházásokat kéne, abból már néhány kiesett. Az tény is való. Tehát vannak olyan tételek, amik felszabadultak, és lehetséges, hogy azok után mondjuk kellene, csak ugye most pont az a probléma, hogy a koronavírus járvány utáni gazdasági megszorításoknál éppen, amit legjobban vissza kell nyertünk, a beruházások. Tehát nekünk bázikus forrásunk nincsen. Ha ennek ellenére
mert tényleg nagyon szükséges volna megoldani. Ha ennek ellenére úgy döntünk, hogy akkor ifjúsági alapból, ami el van téve az a pénz, ezt most a nyári hónapokban megcsináljuk, hogy tanári kezdésen megvegyen, én állok elég. Nekem ezzel semmi gondom nincsen. Valóban történt már a sérülés, a pingpongozóink ugye ott játszanak a küzdőtéren, amikor a bajnokság zajlik, ott már volt sérülés, ami kimondottan a talajnak a minősége miatt történt. Tényes való. Szerencsére nem gyereknél történt, nem aprósárnál volt a dolog. De ott is bármikor megtörténhet. Nagyon rossz állapotban. További hozzászólások? Marika, tessék. Sok polgár kérdezi, hogy a tónak a sorsával mi lesz, légy szíves, tájékoztás. Igen, nagyon fontos ez is. Köszönöm szépen a kérdést. Két hete beszéltem azzal az úriemberrel, Válkozóval, aki itt ült másfél éve mellettünk ugye a főasztalnál, aki a vízfelületnek a gazdája és tulajdonosa, a H&O Kft-n keresztül. És itt informáltak engem, általában havonta egyszer informálnak, hogy mi a helyzet, hogy végre megvan nekik az engedélyük a földalaptól, megidéztek a földalappal, végre vége felé tart az eljárás, az újvári járás hivatal, körzetvédelmi osztályán, hogy a tisztítás az engedélyt, a hatóság engedélyt megkapják. Egyetlen egy projekt dokumentáció befejezésére várnak, amit egy komárói projektáns végez számukra, és kérték a segítségemet, hogy ebbe segítsek ennek a megsürgetésébe, lévén, hogy nekünk is volt már professzionális kapcsolatunk az illetővel, végzett már számunkra munkát, és igazából, ha az fölgyorsulna, az megoldódna, és a járási hivatal le tudna zárni az eljárást, akkor tulajdonképpen ők halandók ennek a elindítására, a munkafolyamat elindítására, akkor is, ha nem lesz nekik nyertes pályázatok, mint ahogy elmondta itt a Herda úr, mikor itt volt közöttünk. Hogy saját forrásból is belemennének ebbe. Úgy tudom, hogy a DAP-pal is folytattak, a tulajdonosokkal tárgyalást erről valamilyen formában, hogy akkor neki a meglátása, mert a DAP-nak is van jókora területe ugye a tó alatti parcellákat illetően, tehát ott is már zajlott ilyen kapcsolatfelvétel, tárgyaltak. Tehát ilyen szempontból talán-talán onnan is lenne egyfajta támogatás. És remélem akkor, hogy a őszi hónapok folyamán ez is, miután ez a járványhelyzet ugye megoldódik, hogy addig megkapják a hatósági engedélyeket, hogy véget tudják ezt hajtani. Ez egy kéthetes információ. Becsé József, tessék! Ez a tónus ezzel kapcsolatban, amit biztosan meg tudunk oldani. Ha oda kerül a dolog, hogy azok az úri emberek valóban nekiállnak a tónak, a tisztításának, akkor előtte nagyon jó lenne, ha eljönnének ide, és elmagyaráznák itt a falu lakosságának, meg nekünk is, hogy mit akarnak csinálni, hogyan akarnak csinálni, hova lesz elszállítva az a föld, ami ott van, és hogy mi lesz a végeredmény. Ez természetesen így van. Hogy a falusiak beleért engem, és tudják, mi lesz azzal a tóval, ne találgassunk itt jobbra-balra, és akkor még esetleg hozzá lehet szólni olyan dologba, amelyik nem éppen a legszebb lenne mi részünkre. Igen, egyetértek, ez természetesen, mert az eljárásnak a eljárás részese a község is. Tehát ilyen szempontból természetesen, ha eljárás vége felé lesz és lezajlik, és már a tettek mezére lépnek, akkor fogjuk kérni, hogy legyen itt lakossági fórum, és főleg azok része az önkormányzat mellett, akik a környékén laknak, mire számítsanak. Ez természetesen benne van a folyamatban. Még el szeretném mondani azt, hogy kaptam egy lakossági bejelentést két héttel ezelőtt, hogy rendkívül megnőtt a tóba a vízmennyiség. Elég veszélyes helyzet volt, mert rendkívül sok víz összejött, és a zúgó nem igazán működött, mert rendkívül sok szemét, nagy terelő hulladék volt a zúgóba, az aszfalt út alatt tele volt mindenféle válendalkkal, fotalokkal, meg minden tele volt. Tehát elsősorban ki kell tisztítanunk, utána pedig a partnerének köszönhetően a zúgónál az áteresztő részt kellett megoldanunk, tehát olyan szempontból a rést megnövelni, hogy engedjen sokkal több vizet a patakba, de ne veszélyeztesse a patak környéken élőket. Tehát kertékben ne kerüljön víz és itt tovább. Tehát ilyen kompromisszumos megoldás történt, most már nagyobb az áteresztő képessége neki, de lényegesen csökkent a víz a tóban is. Tehát ilyen szempontból komoly helyzet volt valóban. Kritikus helyzet megoldottuk két héttel ezelőtt, közösen ugye a községi dolgozókkal kitisztították, utána a partnereinkkel együtt ugye
az áteresztő képesség a zúgó melletti résnek ugye megoldódott, és most már azt hiszem, optimális helyzet állt elő a tekintetben, egyensúly, hogy a tóba lévő vízmennyiség és a patakban átfolyó vízmennyiséget illetően. Tessék, tovább. Ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet, vitát lezárom. Szavazzunk ezt a községi beruházási tervezetet, ki támogatja, hogy így ebben az összeállításban menjen tovább. Köszönöm szépen, egy hangulat. Tudni kell azt itt a Vágyi Zoltán képviselőnek a felvetésére, hogy egy sportcsarnokban a felújítások az nem olyan jellegű beruházás. Tehát arra mi nem fogunk kapni Európai Uniós támogatást, azt nekünk valamilyen formában saját forrásainkból fog kell megoldani. Mert ott nem újnak a megépítéséről, átépítéséről szól a történet, hanem hibák kijavításáról szól a történet. Sajnos. Ez igazság. És azt szerintem mindenképpen meg kellene oldani. Szeptemberig ezt valahogy legalább a talajt meg kellene oldani, ha annyira rossz állapotban van, mert remélhetőleg szeptembertől a gyerekek újból mennek iskolába. Úgy néz ki, igen. És inkább előzzük meg, mint hogy valami baleset történjen. Előzzük meg a bajt, ha egy mód van rá. Addigra lehet, hogy az így nyár elejére, következő képviselőtestületi ülésig már fogjuk tudni, hogy hogyan alakul a községnek a gazdasági helyzete is, részadók és a többi, hogy jó. Megint tudjuk azt valósítani. Megfondoljuk ezt, jó? Mindenképpen. Következik a hetes szám naprendi pont. Mégpedig a község tavalyi gazdálkodásának a zárszámadását kell megvitatnunk. Záveresnyi úcset opcionuzla. Azzal, hogy ehhez egy appendixként, egyfajta függeléként a főelnőrnek a véleményét is meg fogjuk vitatni természetesen, aki ma elküldte a véleményét, szakmai véleményét, majd szót kap természetesen, és megkapta mindenki az asztalán, minden képviselőnek ott van a vélemény. Nagyjából felolvasom a jelenlévőknek, aki megkapták oda, az már egy hete, ugye, és lát a képviselőnek, de a polgároknak is elmondom azt, hogy a tavalyi számok mi alakultak a község tavalyi gazdálkodásánál. Az összbevétel volt 2.263.695 euró, az összkiadás volt 2.263.695,82 euró, úgy szintén. Tehát mi teresítjük tulajdonképpen a törvényes költségvetési szigort, hogy nem lehet hiányos gazdálkodással foglalkozni, ugye, tehát ide elfogadva 2018. decemberében a költségvetés. Milyen a teresítés? A teljesítés a következő, hogy idegen források összesen a községbe jöttek 609.110 euró összegben, ebben benne van az iskolába jövő normatív támogatás, 441.000 euró van, és a különbség az olyan támogatások, amik jöttek idegen forrásokból a községbe, benne van sok minden, körülbelül 30 tétel, amit tudtunk így bevételként ugye idehozni a községünk területére. A következő fontos dolog, hogy milyen a gazdálkodásnak az eredménye. Hát bejelentem, hogy a gazdálkodás többletes volt, tehát többlettel zárunk, mégpedig 21.587,87 centtel zárjuk a tavalyi gazdálkodását, ilyen többlettel. El kell mondani most már a teljesítésnél azt, hogy igazából a számokat illetően tudtuk teresíteni, meg is mondom tételesen, hogy milyen százalékban azt, amit költségvetés gyanánt elfogadott a testület. Elsősorban, ami a bevételeket illeti, akkor a bevételek költségvetése 100%-os szinten lett teresítve, a kiadások költségvetése 99%-os szinten teresítve, ami a nem adójellegű bevételeket illeti, azok 111%-on lettek teresítve, ami a transfereket és a egyéb más idegen forrásokat illeti, 95%-os szinten lettek teresítve. A tőkejellegű beruházások, tehát a tőkejellegű bevételek, amik a beruházások ugye, igazából amik zömében döntően vagy községi ingatlan adásából származnak, vagy pedig idegen forrásokból származnak, állami költségvetésből, Európai Unió költségvetéséből, vagy pedig megyei költségvetésből. Na, ezekből döntően nekünk ugye teljesítést az a idegen forrásokból jött, nem pedig a saját magunk ingatlanak az eladásából. Olyan is volt, de az nem igazán
volt jellemző pénzügyi kifejezésben, éppen ezért elmondható, hogy a 332 ezer eurós bevétel lett 100%-a teresítve, mert 331 ezer 947 eurót tudtunk bevételként elkönyvelni, hangsúlyozom még egyszer, döntő többsége idegen forrásokból, tehát ennyit tudtunk a faluba behozni a beruházásainkra tavalyi év folyamán. És a másik oldalon a kiadást illetően, ami a tőkejellegű kiadások, tehát a beruházásokat illetően, a kiadási oldalon pedig mindjárt mondom, megtalálom a számokat, a kiadásokat illetően, már is meg lesz, hol találom meg, igen, már még van, tehát a bevétel volt 332 ezer euró pontosan, és a kiadás volt, 521 ezer euró, 482 euró, 521 ezer, 482 euró pontosan kapitálból idő ki, mert ehhez jönnek azok a jellegű források is, amik a költségvetési bevételen kívül, a tervezett bevételen kívül jöttek hozzá. Tehát igazából összességében tavaly Muzsla községben 521 ezer 482 eurónyi beruházást tudtunk tőkejellegű kiadásként ugye elkönyvelni és tulajdonképpen megvalósítani. Ami még érdekes adat, hogy mennyi pénzt adott a község saját költségvetéséből a társadalmi, sport és kulturális szervezeteknek a rendelkezésére, összességében ez 32.750 euró szinten volt költségvetésben elfogadva, a telesítése pedig 30.611 euró, amit ugye a társadalmi, sport és kulturális rendezvénynek a finanszírozására adtunk. Úgyhogy ezt szeretném így elmondani, és igazából adok szót mindjárt a főelnőrnek, őnek, ha megnézzük az elemzését, akkor természetesen az külön szavazással kell majd tudomásul vennünk az ő. Tehát ezt el kell fogadnunk a zárszavazást, és igazából a főelnőrnek a véleményét hozzá úgy fog kellene tudomásul vételre vennünk, ahogy ő javasolta. Tehát Cedarosnyi hospodálnyi szkvalúje bez výhrad. Tehát jóvá kell hagynunk föntartások nélkül. Jó? Mennyit van ezzel a vitát, tessék? Főnök úr, tél a szó, mondjad hozzá a véleményed. Köszönöm. Én azt ajánlom, hogy ti fogadjátok el fenntartások nélkül. Igen. Nem úgy, az... fenntartások nélkül kell elfogadni. Igen. Bocsánat. Nem a te vélemény fenntartások? Nem az én vélemény. Mert benne van itt minden. Igen, az áll. Itt a vélemény az benne van, és igazából fenntartások nélkül kell elfogadni a főelnőrnek az elemzését és a véleményét. Jó? Ezt ajánlom. Kívánsz hozzászólni első lépcsőben? Igen. Tessék, ír a szó. Köszönöm. Ako hlavný kontrolor obce Muzsla predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Muzsla za rok 2019. Návrh záverečného účtu obce Muzsla je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje predpísané náležitosti. Účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona o účtovníctve. Vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Muzsla k 31.12.2019. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Okrem toho prajem nám všetkým, aby naša obec aj v budúcnosti mohla uzatvárať takéto hospodárenie s takýmito finančnými prostriedkami, respektíve vyššími. To je neoficiálna časť. Ďakujem. Hát, igen. Köszönöm szépen, mint ahogy tart, tessék. Véleményt hozzáfűzni, kérdést feltenni. Bárcsak így lenne. Bárcsak így lenne. Igen, már nagyon rossz. Ha nincs, akkor bezárom a vitát. Elsősorban szavazunk a főelnőrnek a véleményéről, úgyhogy bez vihrad el kéne fogadni, mert az nem módosítható, azt nem tudjuk elindulni, módosítani, tehát mindenféle kitétel nélkül nekünk kell ezt a fogadni. Szavazza meg a főelnőnek a véleményét a zárszavazáshoz. Rendben, minden 8-an, egy hangulat. És most jön a maga a zárszavazás a számokkal, látta minden képviselő, haza elemeztétek, úgyhogy meg tudtátok az egészet vitatni oda-haza is. Ki támogatja, hogy fogadjuk el a tavalyi évnek a zárszavazását? Köszönöm szépen, egy hangulat. Következik a 8. naprendi pont, az pedig a polgármester, a képviselők és a főelnőrnek a bér keretének a jóváhagyása erre az évre. Akkor olyan a törvényes kitétel,
hogy a polgármester fizetését tudomásul vételre kell, tehát nem elfogadással, mert ez már ki van vonva a képviselőknek a jóváhagyási köréből, mert ez már egy automatizmus. Automatizmusként zajlik a dolog. A képviselőtestületét és azon belül a polgármester asszonyét jóvá kell hagyni, és a felnőrét is természetesen jóvá kell hagyni. Úgyhogy a következő a helyzet, hogy mind a három esetben a nemzetgazdasági átlagbérből, ami előző évben volt, abból kell kiindulni. Tehát a tavalyi nemzetgazdasági átlagbér az év végére összeállítva december az 1092 euró bruttó bér volt, bruttóban természetesen havonta. A Muzsla község nagyságát tekintve, Lilleszámot tekintve, a mindenkori polgármesterének ezt egy 2,2-es szorzóval kell megszorozni, ebből kijön egy összeg, és ahhoz van lehetőség mozgó részt hozzá megszavazni a testületnek, amit a választási időszak elején megszavazott a testület 20% összegben. Most állj meg egy pillanatra. Most van egy nagyon komoly civil kezdeményezés, amely föltérképezte az ország összes 2983 polgármesterének a bérét, és azonban amire fókuszáltak, mert ugye első két szám adott. Adott az, hogy mekkora a nemzetgazdasági átlagbér, adott akkor a szorzó, mekkora szorzó, mert a község nagyságából ered. Párkányban nyilván nagyobb, mint Muzslán. Pozsonyban még jóval nagyobb ugye ez a szorzó az átlagbérhez képest. És hozzá, amit vizsgált a civil társulás, az a mozgó rész volt, hogy 100%-ot szavaztak meg a polgármesternek a képviselők hozzá. Ez a lehetőség ma 0-tól 70%. És amikor ezt az egészet a civil társulás föltérképezte, a polgármesternek egy jelentős része önként leközölt adatokat, a továbbiakat annak a civil társulásnak valamilyen formában össze kellett szednie valahonnan zárszámadásokból, még ott, ahol nem akarta bevallani a polgár, én bevallottam természetesen, nincs gond. Mi esetünkben ez 20%. Aki érdekelt a téma, és aki fölkereste ezt a weboldalt, megnézte az egyes polgármesternek a bőrét, rájöttett arra, hogy számos olyan eset volt. A polgármesteren nincs múltja, mert kezdő polgármester, de 70%-os része, mozgó része hozzá. Számos olyan eset volt, hogy igazából nincs teljesítmény a polgármester és a testület mögött, mert nagyon gyenge a községnek a gazdálkodása, kevés a beruházása, vagy nincs beruházás, de 60% volt a polgármester mozgó része, vagy 70%. Jelzem, nálunk Muzslán 20%. Ilyen szempontból én nem is javasoltam azt, hogy ez magasabb legyen semmiféleképpen, össze lehet hasonlítani más községgel, egyrészt a község teljesítményét, önkormányzat munkáját, polgármesternek a eredményét, azzal, hogy 100%-os mozgó rész van más községben. Ajánlom mindenkinek, keresse fel azt a weboldalt, és nézze meg. Én megmondom őszintén, nem kívánok, sőt, még fogom kérni, hogy a koronavírus járvány alatt én nekem a mozgó rész legyen nullázva természetesen. Nem kell ehhez testületi döntés, ezt én önmagam fogom ilyen szempontból vállalni, jó? Tehát, így néz ki, nemzetgazdasági alapbér hozzámegy a 2,2-es szorzó a község nagyságából eredően, és ahhoz megy a 18 decemberében a választások utáni első testületesen jó agyot 20%. Tehát ez tudomásul vételre van. Van-e ehhez valakinek kérdése? Nincs, akkor szavazással kérek, hogy vegyek tudomásul, mert így rendelkezik a törvény. Szavazást kérek akkor. Köszönöm szépen. Most jön a felnőrnek köre. A felnőr esetében a 2019-es nemzetgazdasági átlagbért, ami ugyanúgy 1092 euró, Muzsla község nagyságából eredően be kell szorozni 1,54-gel, tehát nem 2,2-en, hanem 1,54-gel, és 0,2-vel azért, mert 0,2-es, tehát 20%-os munkapenzuma van. Az már abban lehet, hogy mekkora neki a munka töltete. Hogy 100%-osan csak itt dolgozik, vagy megoszta. Van neki vállalkozás egy 80%-ba, és 20%-ot dolgozik a községnek. Ilyen a megosztás. Nekünk az ő munkája ebben a volumenben untig elég, ő pedig természetesen döntő többségében a vállalkozásában dolgozik. Úgyhogy ez így helyes. Jó? Tehát ő neki ennyi így jön ki, és igazából így lehet a így jön kinek az összeg, amit havonta kap Muzsla község felnőrként. Ez viszont a testületnek jóvá kell adnia. Kérdések, tessék! Nincs? Akkor szavazással kérem ki, támogatja, hogy ez így jó hagyja.
Köszönöm szépen, egy hangon. A képviselőtestületnél következőképpen néz ki a dolog. Van a nemzetgazdasági átlagbér, mint eleztem ugye, már tudjuk, 1092 euró tavaly decemberben. Ez meg van szorozva 2,2-vel, mert annyi a községnek a nagyságából a szorzó, és az be van szorozva 0,5-tel, és így jön ki a képviselők éves bére. Éves, nem a havi, éves bér fog itt kijönni. Így rendelkezik a törvény, és a alpolgármester asszony esetében pedig úgy rendelkezik a törvény, hogy van ugye a nemzetgazdasági átlagbér, hozzá van a 2,2-es szorzó, mert a község nagysága, és tovább nincs semmilyen más koefficiens hozzá. Tehát duplaját keresi ilyen szempontból az alpolgármester asszony a képviselőkeresetének. Azt hiszem, hogy rászolgál, tehát ilyen szempontból rendben is van a dolog, nincs ezzel probléma, ez így helyben is érvényes, és más községben is hasonlóképpen történik a dolog. Rosszul mondtam? Jól mondtam, oké. Okay. Valamilyen kevesebb, mint utána jön ki a dolog. Valamilyen kevesebb, hozzá kell mondani. Tehát megnyitom a vitát, ki van ezt hozzá szólni, esetleg valamilyen formában indítványozni valamilyen módosítást, kiegészítést. Tessék, megadom a szót. Ha nincs, akkor a vitát lezárom, ki támogatja, hogy így legyen jóval hagyó a 2020-as évi keret, éves keret mindenki esetben. Tessék, szavazásra. Köszönöm szépen, és hangolva elfogadva. Nos, köszönöm szépen. Következő egy kérvény a 90 naprendi pontban, mégpedig Kovács Edith polgártársunk kérvény a 622-es házszámról. Hasonlóan ahhoz, mint ami szokott lenni a hosszú soron, volt már több ilyen példa, vagy mondjuk a melyik falu részben is volt már ilyen példa? A Szúnyog utcában is volt ilyen hasonló eset már a múltban, hogy a valóságos helyzet összehangolása a kataszteri bejegyzéssel, vagyis a régmúltból eredően a polgároknak a parcellája kilóg egy bizonyos vonalig, és attól a fizikailag lévő kerítésig van egy hézag, bizonyos pár centis vagy pár méteres, métert általában nem is szokott lenni, hanem inkább pár tíz tizedméteres rés, ami községi tulajdonban van, és ezzel a kérvénnyel általában eddig együtt tudtunk érteni, hozzájárult az önkormányzat ahhoz, hogy ezek a sávok legyenek így megoldva, vékony sávok, mert tulajdonképpen tulajdonjogilag rendezik a fizikai állapotot. Mert hiszen ma gyakran múzlán megtörténik az a korábbi pontatlanságokból és hibákból eredően, hogy van a polgártársa kerítése, és azon belül van néhány 10 centi, néhány 10 méter vagy egy méter széles sáv, ami községi tulajdon. És nem tudunk már rendelkezni, mert be van építve. A korábbi hibából eredően mondjuk 50 vagy 100 vagy 120 évvel ezelőtti pontatlansággal eredően. És éppen ezért Kovács Edithnek a kérvényét is előterjesztem, hogy a számára összességében a 45 2,37 905 6-os per 2020-as geometriai terv alapján 5-ös, 6-os részben parcellánknál összesen 36 négyzetméter nagyságú, összesített ugye nagyságú sáv legyen neki a kérésére adva. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban, tessék! Ha nincs hozzászólás, lezárom a vitát, ki támogatja, hogy adjuk el neki. A szándékról beszélünk itt első körben, ez a szándék. Nem a szerződésnek a jó anyag. Köszönöm szépen, mindenki megszavazta. Egy hangulat elfogadtuk. Van egy másik jellegű kérvény, egy pedig Horn Tamásnak a kérvénye. A 231-es házszám, ugye Kertek alatti utcáról beszélünk, a Fölösje utcáról beszélünk, amelynél a geometriai terv alapján, amit ide nekünk előterjesztett, illetve a szándék esetében ugye a vázrajz alapján két parcellának a megvételét kérdezi tőlünk. Ez szintén az van, hogy a kerítés, ami van a út mellett, oda benyúlik egy elég nagy mélységben a községi parcella, mégpedig a 900,
60/15-ös parcella 164 négyzetméter erejéig, és a szomszédos parcella, ami egy kertnek a vége tulajdonképpen, a 960/16-os parcella 143 négyzetméter erejéig, tehát összesen 307 négyzetméternek a kérvényéről, a megvételéről van szó. Jelzel, néhány testvetüléssel visszamenőleg, azt hiszem hárommal, a szomszédja kérvényt hasonlóképpen elfogadta a képviselőtestület. Tehát igazságtalan volna, ha ebben esetben nem fogadná a testület. Megint csak azt mondom, hogy a régebbi hiányosságnak a korrigálásáról van szó, mert a kerítés, a kertnek a végébe van, azon belül sajnos 307 négyzetméternyi községi tulajdonú terület van, amit nem tudunk egyáltalán használni, tehát dubiózus vagyonról van szó a község számára, nem tudunk elrendelkezni. Megnyitom a vitát, tessék, itt is a szándékról kell döntenünk első körben, jó? És ha a testület jóvá hagyja, akkor a második közkörű ülésen menne a szerződésnek a jóváhagyása. Tessék, hozzá lehet szólni. Ők tudják, hogy... 540. Tisztában vannak vele, hogy milyen árat fizetnek. 540, természetesen. Érvényes áron. 540 jól szó. Akkor rendben. Minden eddig esetben is így történt. Petri Tamás, tessék. Talán csak annyit, hogy ez a felső utca, ami a utcánkban is van, és sorban azért úgy mindenki megpróbálja rendezni az évek során, hogyha összetalálkozik ezzel a problémával, és még mindig vannak ott azonnal felén ilyen területek, amit még majd fog kelleni másoknak is rendezni, úgyhogy eddig is ezt támogattuk, ezt a szándékot, ezt az eladási szándékot, és szerintem a továbbiakban is ugyanígy kellene támogatni. Igen. Igen, így van, így van. Köszönöm a hozzászólást, tessék, alapú hozzászólások. Nincs akkor a vitát, lezárom. Ki támogatja, hogy kérvényezőnek a község majdnem eladja. Első körben a szándékot szavazunk, tessék. Kérem a szavazatokat. Köszönöm szépen. Következik a egyéb napirendi pont, amelyben kettőt fogunk megvitatni, két dolgot. Illetve megvitattuk a STK-t, traktorral megvitattuk a felvezetőbe, de azt a egyébben most már akkor nem. Még esetleg ahhoz igen. Lehetne egy lehet, természetesen. Természetesen. Az STK-val kapcsolatban, hogy akkor mondjuk egy jövő hétre valami pontosabb információkat, hogyha tudnánk, akkor ki lehetne a mikrofonba hirdetni, hogy valami, nem tudom, megfelelő távolságra összegyűlnénk, és akkor az érintett embereknek, akiknek van ilyen házi gyártmányú kis traktorra vonatkozik, illetve gyárira több ilyen japán gyártmányú kis traktor is van itt Muzslán, akik ilyen problémával küzdködnek, hogy nincs meg nekik az új előírás szerint még ez a F-rendszám, és az első lépés ennek, ahogy említetted is, a műszaki ellenőrzés az az STK, ami meg lenne ezzel könnyítve, hogyha itt a község területén ez sikerülne megoldani. Igen, köszönöm a megjegyzést, válaszolok rá. Tehát amikor én ezt a fölkerést kaptam a Petri Tamás elnök úrnak az alelnökétől, Kovács Gyulától, és utána megvitattuk a tanácsülésen ezt az egészet, úgy érezzük, hogy van rá érdeklődés. Tehát itt kimondottan azokról a traktorokról van szó, amelyek nem a klasszikus SK-s rendszámtáblára hajtanak, hanem az F, új típusú F-es rendszámtáblára. Jelzem egy jó információ, hogy 10 évre adják ezt is ki. Nagyon fontos, 10 évre adják ki, ha valaki megszerzi. És ennek a műszaki ellenőrzéséről beszélünk, STK-ról. Na most megtudtam, hogy a kürtkösség területén ez hozzáadott, informálódtam, minden részletről tudunk. Azt is tudjuk, hogy egyetlen egy STK szolgáltató vállalkozás tudja ezt a helyszínen, a faluban megcsinálni, szervezetten, tömegesen, mert neki van arra alkalmas műszaki berendezése. Fölhívtam a tulajdonosát, azt mondta, hogy idegesen most problémával küzdködnek két okból. Egyrészt az a technikus, aki ezt végzi, most betegszabadságon van, hosszú távú ki van írva. A másik gond, hogy most per pillanat a járva idején rengeteg a kliensük alapvetően bent az STK-n is. Úgyhogy arra kért engem, hogy a kollégának a meggyógyulása véget jövő hétvégén fogom őt hívni, bő egy hét múlva. Elmondja akkor nekem a megközelítő időpontot, hogy mikor tudnak ezt vállalni, ha tudják vállalni, és mikor körülbelül. És akkor szerintem, ha kapunk egy visszajelzést, hogy elfogadják a meghívásunkat, kijönnek, akkor elmegyek első lépcső Újvárba, megtudjuk, hogy milyenek a föltételek. Jó? Hányat vállalnak, maximum hányat vállalnak, minimum. Mennyiért jönnek ki egyáltalán, mennyi lesz annak a díja, hogy helyszínen csinálják, és igazából maximum azt mondom, hogy nincsen, mert külön is úgy történt a dolog,
hogy egész nap kim voltak, és amennyi érdeklődő volt, azt végigcsinálták az összeset. Tehát nem volt felső határ. Itt inkább az alsó határ. Hogy nehogy az legyen, hogy ők azt mondják, hogy tizet minimum annyiért jönnek ki a helyszínre, és közben lesz 6 muzslai traktor. Nehogy ilyen probléma legyen. Tehát épp ezért javaslatom nagyon fontos, hogy amikor a részleget vele megbeszéljünk Újvárba, akkor a község megszervezi veletek együtt, a társulással együtt, kell barátokkal, csinálunk egy lakossági fórumot, kérdezni fogjuk, és ott megbeszéljük, hogy igazából mire van szükség, és mit tud kínálni a cég, mivel tudunk segíteni, mennyibe fog kerülni, minimálisan mennyi traktornak kell megjelennie, és akkor összegyűjtjük a érdeklődőket, hogy akkor kit érdekelne a téma, jó? Így fog működni a dolog. Tehát első fogadó információk megvannak, tudjuk, hogy az első reakció pozitív volt, csak a kollégának, aki ezt csinálja a külső telepen, meg kell gyógyulnia, ez mondjuk 10 napon belül nagyjából megtörténik, és akkor kapunk egy képet, hogy akkor körülbelül mikorra számítsunk rá, elmegyek, megtárgyalom a részleteket, és utána összehívjuk a érdeklődő lakosságot, jó? További hozzászólás ehhez van esetleg? Ha nincs, akkor rendben, akkor ezt megszervezzük természetesen. Béla, Mészáros Béla, tessék. Nem ehhez, nem ehhez. Máshoz, akkor még mindjárt mondom neked. Ja. Akkor még egy évben nekem van egy téma, még pedig az, hogy kaptunk a DAP-tól, Borvák elnök urától állt kérvényt, ahol a Szőlőhegyen, ez a kérvény ma jött, azért mondom, ma jött. Van itt körülbelül 100 parcella, most így Satzper kb. Nem számoltam össze mennyi, de közel 100 parcella fel van sorolva, amelyek részben kint a szőlőhegyi parcellákról van szó, a szőlőbe van ültetve, részben DAP tulajdonúak, részben más tulajdonúak, és igazából meg szerettem volna beszélni a képviselő úrral, elnök úrral, hogy akkor pontosan miről is van szó, mert nem tudom a kommentárt, nincs hozzá indoklás, de alapvetően azt kéri tőlünk, felolvasom a kérvényt, Zsiados Viadrenyé Obce, tehát mi a község, adjunk hozzá a véleményt. Drusztvo agropodnikateľov Mužľa, drusztvo týmto vás žiada o vyjadrenie vo veci, že dolu uvedené parcely v tomto čase sú využívané na pestovanie viniča a aj v budúcnosti mali by slúžiť k tomuto účelu. Parcely sa nachádzajú v areáli vinohradu Mužľa. Vyjadrenie potrebuje drusztvo za účelom odkúpenia parciel od Slovenského pozemkového fondu. Je šová šorová körbe sa z parcela. Nem tudom, mennyi területről van szó, de nyilván azok a parcellák lehetnek azok apró parcellák, lehetnek nagyobbak, nem tudom, amelyeket ugye megvenne a állami tulajdonban lévő, földalapi kezelésben lévő parcellákat a DAP, és ehhez kéri a községnek a véleményét. Mit szólunk hozzá? De minek az? Sajnálom, hogy nincs itt a képviselő, mert meg tudtuk már beszélni, miért van erre szükség, mert addig nem tudjuk a részleteket, nem tudjuk az indokokat, nem tudom, hogy tudunk ezzel hozzáállni, formálisan nekem ezzel semmi gondom nincsen, de nyilván ez egy nagy horderejű kérdés, mert lehetséges, hogy nagy területről van szó, ráadásul zajlik ugye a komaszáció, részleges komaszáció, területrendezés a hegyen, úgyhogy ehhez nekünk véleményt kéne mondanunk, hogy akkor beleegyezünk-e abba, hogy ezeken a parcellákon továbbra is szőlőtermelés fog zajlani. Én nekem ezzel személyesen nincsen gondom, de úgy érzem, hogy rendkívül sok parcella fel van itt sorolva, és ha már a község véleményét kéri a DAP és az elnök úr, akkor nekem kötelességem ezt itt megvitatni. Ez a minimális szerintem. Tessék, alpolgármester asszony. És egy az, hogy milyen, tehát teljesen nem tudjuk azt, hogy milyen parcellákról van szó, én csak a saját példámból indulok ki, mi parcellánk mellett szintén van egy pozemkovi fondos parcella, amit mi onnan bérlünk. Most azt ő megveszi, vagy... Ez azért, akkor milyen földekről van itt szó? Tehát komolyan... Ez nem egy egyszerű dolog, hogy most ez nem tudjuk, miről van szó. Tehát javaslom a következőt nektek, figyeljetek, javaslom a következőt, hogy mivel az elnök úr ma nincs itt, akkor ezt a kérdést elnapoljuk, jó? Igen. Pont ezért, amit az alpolgármester azt mondott, és amit én mondtam. Mert ma ott komaszáció zajlik. Valamilyen szempontból igazából lehet, hogy ez azzal összefügg, és igazából lehetnek érdeksérülések, hogy ma valaki ilyen SPF-es földet bérel, ki van ültetve a szőlője, és nem tudjuk, hogy azok itt vannak ki azok a parcellák. Tehát én most azt fogom tenni, az elnök úrnak a jóváhagyásával utolagosan, amilyen nincs itt, természetesen. Ezt az anyagot lefénymásoljuk, elküldjük a képviselőknek, elnapoljuk egy úttal, és igazából a következő naprendi, a következő ülés, amikor az elnök úr itt lesz, akkor fogunk erről vitát bontani majd, jó? Erre a kérdésre. Megfelelő így? Igen. Köszönöm szépen akkor a jóhagyását.
a testvérnek, hogy így el fogjuk tapolni ezt a kérdést, jó? Érzékeny téma, zajlik a telekrendezés, tehát ezt egy 5 perces aktussal, hogy most akkor én aláírom, ez így nem működik, ezt mindenkinek világosan látnia kell. Azt hiszem érthető a dolog, ugye? Köszönöm szépen! Egyéb napi rendi pontunkban vagyunk, tehát Bénszoros Béla kérte szót, tessék! Igen, egy ilyen lakossági bejelentés érkezett hozzám, hogy bizonyos kalciogén dolgokat égetnek, mégpedig ott, ahol a Petrik Tamás és a Borvák Imre utcája. Én utána ritkán járok, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudom ezt megmondani, hogy tényleg így van-e, de megkérem őket, hogy nézzenek utána. Rendben, akkor szerintem itt van közöttünk a más, mint te tudsz valamiről? Még egyszer? Hogy kalciogén anyagokat, ilyen hungárosszal, meg ilyesmiket égetnek ott Kazánban. Felhívtak. Nem tudsz róla? Nem tudok. Kazánban? De akkor megmondom a követőt, akkor kamerával mondom, ha lehet. Úgyhogy itt a Felső utcáról beszélünk. Felső Kertek alatti utca. Valahol az utcában. Béla, Felső Kertek alatti utca? Igen, az a két utca. Két utcában, jó, rendben van, akkor megkérjük a lakosokat, hogyha nem az érintett, akiről beszélt a képviselő, hanem valaki a szomszédok közül, pontosítsák, melyik házszámról van szó, és mi onnan az eljárást indítjuk, jó? Kérünk pontos információt, melyik házszámról van szó, kiről van szó, név nem is kell, nekünk a házszám mindig elég, és onnantól kezdve a hivatal átveszi az ügyet, és megy az eljárás, jó? Rendben. Maradunk ennyiben? Igen. Rendben. Köszönöm szépen. Egyébben vagyunk, további hozzászólások. Én szeretnék. Erzsike, Boros mérnök úr megkért, hogy szóljak a polgármester úrnak, hogy vannak ottan facsemeték, többnyire micsodák, fenyők, de bokrok is minden, hogy nagyon szívesen segítene a falu szépítésébe. Hogyha köl, hogy valaki kimenne kiválasztani, ő azt el is küldeni. Nagyon szépen köszönjük a felállást, élünk a lehetőséggel, jó? Megvizsgáljuk, hogy még most tavasszal lehetne esetleg vele foglalkozni, bár most ugye járvány van, közmunkások nincsenek, hagyjuk őszre Erzsik a dolgot, őszre hagyjuk okat, hogy beírjuk meg onnan a dolgot, rendben, ősszel, mert most ugye nincs. Különben ezek hogy hívják, hogy vannak nagy cserekekben. Értem csak. Ekkora fenyők is vannak ott, tudom, csak el kell ültetni, foglalkozni kell vele, naponta öntözni kell, érted? Tehát most, amikor nincs közmunkás. De ez ingyenesen, nem kér bérti. Nagyon szépen köszönjük. Élünk a lehetőséggel, de akkor, amikor újra beindul az élet a községbe, jó? Mindenféleképpen. Én csenkében azt a utat, hogyha majd lehetne. Az is jegyezzük a Csenk utat természetesen. Ma egyszer mondtam, és nincs semmi csinálva vele. A többi két majorban nincs probléma, mert ott aszfalt van. Még hát Kismurdán ki is van eléggé javítva. Szentgyörgy is ki van javítva, mert még a Szabó Laci járt a gyereke ki, a Szabó ott egy kátyú, azt mondta, nem megy be, hanem javítsuk meg, úgyhogy no. Az is rendben. Elmondom válaszképpen, ha lehet. Tehát tekert el arra, hogy a gépek, ugye, amik rendkívül állnak nekünk a hulladékgazdálkodás keretében, most elég sokat kint voltak a Szőlőhegyen, a Vennyigért dolgozták föl, utána zúzták a Vennyigért bent ugye a VKK-ba, most per pillanat a fiúk a kaszálással vannak alapvetően elfoglalva, mert nincs közmunkás, ugye, nekik is ezzel kell foglalkozniuk. Tehát amint ezek a szükségállapotok megszűnnek, azon nyomva a traktorral, meg a mindenféle dolga mennek ki, csengébe, és oldják a dolgot, jó? Hát ott vannak ilyen közmunkások, akik most nem járnak. Közmunkásokkal semmit nem csinálnak. No, de ott most nem segíthetnének? Nem. Kizárólag nem mi lenne közünk velük, és amíg nem kapunk engedélyt arra, hogy hivatalosan a munkai hivatal hozzárul ahhoz, hogy akkor ő köt ilyen munkára, addig mi nem tudunk velük semmit tenni. És a miénk meg el van a foglalva sajnos. Jó. Pont tehát írjuk, jelezzük, megvan Erzsike, meg lesz színálva Csenke, benne van, amint lazul a helyzet, Csenkén utat oldjuk, jó? Megvan a gépünk hozzá, a traktor van hozzá, tehát elvileg tudjuk oldani a dolgot, jó? Nem látok problémát benne. További hozzászólások, Petrik Tamás, tessék! A tűzoltó szertár és a körülötte lévő pályázatról, amit ugye nyert a község, hogy mikorra várható ennek a felújítása, illetve a rendbetétele, valamint azért szeretnék annyit hozzátenni, hogy a
megérkezett ide Muzsára ez a új tűzoltóautó, és ki kellene szerintem mindenképp emelni a Muzsai Önkéntes Tűzoltó Egylet aktív tagjait, akik több tűzeset során is itt a községünkben is, a Dunaparton is kimentek és végzik a kötelességüket, illetve a szabad idejükben végzik ezt a tevékenységet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy önnekik ez mindenképpen köszönet jár ezért a önzetlen munkáért. Igen, reagálok rá, kezdjük a végén. Tehát a igazság az, hogy tényleg való igaz, igaza van a képviselő úrnak, hogy a önkéntes múzsai tűzoltóknak meg kell köszönni a munkájukat. Nagyon sokat riasztó vannak utóbbi időben. Képzelj csak el mindenki, amióta az új kocsink megvan, 7 esetben voltak tűznélként. 7 esetben. Egyik volt bent a falu területén, másik kültelkekben volt, Zömeiben a Csenkel irányában, ahol volt, ahol a tűz elérte a erdőt például, volt olyan eset, volt, amikor a tarló éget, volt, amikor a Dunagátnak a széle éget, mindenféle kombinációk voltak. A gyanú az, hogy szándékos gyújtogatás van minden eset mögött. Zajlik az eljárás, zajlik a kivizsgálás, hogy és miképp kiáll mögötte. Lényeg az, hogy meg kell dicsérni a fiúkat valóban, mivel B kategóriás egyletről van szó, őnek korábban ki kell érni a szabályok szerint, mint jönnek az állami tűzoltók. Volt olyan tűz, képzeljétek el, és képzeljék el a tisztelt lakosok, hogy újváriakat is kellett riasztani Újvárból. Akkora erővel ment a tűz a nagyon komoly hosszúságba, vitte a tarlót, ugye vitte, kapdosta az erdőt, meg is égtek a fák, és nem volt elég a párkány állami tűzoltók kapacitása. Ki kellett hinni az újváriakat is egyértelműen. És ilyenkor ugye probléma az, hogy ők a muzsai vezetékből szippantják a vizet a ciszternákba, ami gyors szivattyúzással történik, hát nem állhatott a ciszterna két napig, hogy csak víz formájában menjen a víz, ugye. És akkor megboldult sajnos a muzsai vízvezetékben az egész rendszer, a gyors szivásnak köszönhetően, ami a szívó nyomásnak köszönhetően leszedi a falakról, a oldalfalról a vízkövet, és akkor megbarnul a víz. Ez az igazság. Ez mind azért van, mert a vízvezeték öreg, 60 éves, közel 60 éves, és igazából nagyon ideje volna a cseréjének. Van egy megöregedett egyességünk a vízművekkel, mivel a víznek tulajdona, nem a miénk, nem a községé. Vízműek a tulajdonosa a Muzsai Beltelki vízvezetéknek, hogy igazából, ha a kanalizáció nálunk elindulna, akkor annak a farvizén a vízvezeték csövek is lennének cserélve. Van egy ilyen esélyünk, annak nem mi volnánk a beruházói, mert nem miénk a vízvezeték, annak a vízvezeték, csak próbáljuk összehangolni a vízművekkel a dolgot, hogy amikor nekünk megeszem a kontúrjai, hogy ki lesz a győztese a közbeszerzésnek, amikor látjuk azt, hogy van felfutása, megvalósítása, akkor összerakjuk erőnket a vízművekkel, és ők pedig rászállnak magukat arra, hogy a vízvezeték csöveket lecserélnék a faluba, mindenhol. Van egy ilyen megöregedett egyességünk pedig. Nekik is olcsóbb lenne, nem kéne ásni, nem kéne fúrni, nem kéne faragni, ugye? Lényegesen olcsóbb, be kell ruházni a csőnek, a új csőnek, a plasz csőnek a megvételébe. Arról szólna a történet. De nem a hegyi víz tempójával. Hát biztos, hogy nem, természetesen. Ugyanis a legtöbb részén a falunak úgy van megtövezve a szennyvízhálózat, hogy ugye általában a utca egyik oldalán van a gázvezeték, másik oldalán van a vízvezeték. Nem lehet a kettő együtt. Viszont a vízvezeték és a szennyvízhálózat egy helyen egymás mellett fölött lehet, úgyhogy ott ez így működne elvileg. Még a felújításra, hogy mikor valósulna meg a szertárnak a... Igen, persze nem válaszoltam az első részére, jogos a felvetésed. Úgy van, hogy a projekt nyertes, pénzünk is már itt van. Egyszerűen csak, hogy van rá több évünk, hogy felhasználjuk a pénzt, tehát nem lóverseny az egész. És a projekt dokumentáció, amit leadtunk, az hiányos volt, és az csak a kültérnek a megoldása, a térkövek elhelyezésére szólt. Azért, mert nem volt tulajdonképpen rendezve a tűzoltó szertár. A tűzoltó szertár papíron nem létezett, kérem szépen. Tehát arra nem tudtunk pályázni, csak a környékére. De viszont megegyeztünk a hatósággal, aki nekünk a támogatást adta, hogy időközben váltunk, módosítunk a parcellán, tulajdonjogilag már be van írva a kataszterbe a tűzoltószertár, most már zajlik a projektdokumentáció módosítása, már nem csak a kültérnek a megoldása van benne a térkövezés, egészen a szomszéd parcellák kiskerítésük végig az egész, azért, hogy a tűzoltókocsi tudjon mozogni,
tudjanak oda befarulni, ha vizet kell szippantani, ugye, és így tovább, és így tovább. Hanem három dolgot venne számításba, és ezért zajlik most a módosítása a prodokumentációnak. Egyrészt a nagy kapuk cseréjét, korszerű rolós ajtókra, ahol a két nagy kapu van ugye, tűzoltó, most a két tűzoltó kocsi részére. A térköveknek a megoldását ugye kint, természetesen egész placon, és a tűzoltó szertárnak a belső hőszigetelés, a tetőszigetelés, ezt a hármat. Most ennek a projektdokumentációval való átültetése zajlik. Azt, ha elkészül, kérjük a minisztériumban módosítást, természetesen a támogatásnak a körülmények a módosítását, és utána, ha azt megkapjuk, jóvá hagyják, építési eljárás elkezdődik, és akkor menne a munka elvégzése. Remélem, hogy őszig ezt, ősz végig ezt talán bírjuk. Minden attól függ, hogy most a projektdokumentáció elkészíti, mikor hozzá nekünk a munka. Itt tartunk. Köszönöm. Tessék, egyébben vagyunk. Lezárom a lehetőséget. Köszönöm szépen. Határozatoknak a elfogadása megtörtént. Megtörtént, úgyhogy minden egyes kérdésnél a határozatot elfogadtuk, hogy olyan zárt szó. Nagyon szépen köszönöm a képviselők aktív jelenlétét, mindenki itt volt egyet leszámítva. És természetesen köszönöm szépen a polgártársak figyelmét, azt hiszem a tanulságos volt, sok információt ma megtudtak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánok.